Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. Jó reggelt, hello, szevasztok, 3 perc múlva lesz 6:45, itt a Morning Show Jánossal és Ferenccel, tegnap már jeleztük nektek, hogy, illetve ő maga jelezte, hogy ma nem lesz Balázs, de holnap már itt van. Sziasztok, jó reggelt! Hát én egy nagyon picit még szét vagyok esve, lehet, hogy ez a tegnapi viharnak a következménye, meg annak, hogy le van halkítva az a nyomorult rádió kint, úgyhogy most úgy robogtam be hirtelen, hogy nem, hogy megúsztam ezt a 100 forintos malachizlalást. Hogy tényleg 6 éve vagyunk itt? Aha. 6 éve vagyunk kb. Itt. Tehát minden egyes... Egy valóságnak tűnik. Minden egyes reggelünk ugyanígy indul el. Szignál indul, a főnök kint fekszik az autóban, még pihen. Te a kis mutyódat készíted össze, minthogyha... Tehát ez olyan meglepetés lenne, hogy meg kell szólaljunk 6-10-kor. Aha, engem hideg zuhanyként ért. Hogy úristen, ma is adás hideg van. Zuhanyként ért a tény, hogy megint meg kell szólalni. Nem, most komolyan mondom, valaki kiúszta ezt a Nyominger rádiót itt kint az előtérbe, és igen, a vihar, és én mindig ugye ezt tudtam figyelni, hogy időbe tudjuk beérni. Na most nem, arhála nem sikerült, illetve sikerült végül is, megúsztam, de ez tényleg csak annak a feltételes reflexnek a következménye, ami miatt be kéne domlom egy 100-ost. De most nem kell, hál' Istennek. Meg megmondom őszintén, hogy egy kicsit ez a 10 fokos hőmérsékletes és engem megfogott. Most egyre inkább taktásodok, meg érzem azt, hogy érzem a csontjaimban, hogy nekem ez már nem annyira fekszik, nem annyira hiányzik. Reggel úgy keltem, mint a mosott kaka, de most komolyan. Végre nem friss levegő volt, kitárt ablakokon lehetett aludni. Aha, hát nem? Végül is igen, lehet, de nem tudom, biztos van valami kettős frontatás, vagy ilyesmi. Na, de a Velencei tó környéke, hogy élte meg? Hogy élte meg ezt a tegnapi Armagedont? Nálunk mondjuk Dióhéjban annyit, hogy mondjuk így Lőrinc, legalábbis ott a közvetlen környezetünk, ez megúszta úgy a dolgot, hogy gyakorlatilag nem voltak ilyen útradölt fák, meg leszakadt a felső vezetékek, meg mit tudom én, hasonlók. Esett rendesen, nem mondom, hála jó Istennek, mert hogy eléggé ki volt száradva a föld, de igazából én nagyon-nagyon komoly dolgokról nem tudok beszámolni. Természetesen a híradót láttam, meg természetesen a híreket láttam mindenféle hírportálokon, úgyhogy ezt láttam, hogy mit tudom, hogy például a Hungária körút az izével, a Hungária folyóvá vált, vagy például Kőbányán a Mázsatérből Mázsató lett, de meg hát természetesen. A metró. Természetesen azt láttuk, hogy a budapesti tömegközlekedés megint csillagos ötösre vizsgázott, mert hogy gyakorlatilag az a mit tudom én, fél órás, egy órás, másfél órás helyenként eső, az gyakorlatilag ellehetetlenítette. Á, nem csak az eső. A föld alatti, meg a föld fölötti közlekedést is. Én most nem mondanék semmit, mert ha figyeljetek, csak Budapesten 600 riasztás érkezett a tűzoltókhoz. Országosan, meg azt hiszem, hogy olyan 3000. 3000, tehát amikor ki kell jönni, mert baj van, mert útra dölt, mert akár micsoda. Ha logikusan gondolkozunk, és ezt egyébként mondom a ma reggeli autósoknak is, hogyha csak egy helyen a fővárosban valahol kidől egy fa az úttestre, mondjuk a 70-es troli útvonalán, ahol a troli nem fog tudni elmenni, ott körülbelül a fővárosi közlekedés tekintve 2 percen belül egy 1 kilométeres kocsisor van, ami a keresztbe menő utakat is lezárja. Innentől kezdve, de és mondom, most csak egyetlen egy helyről beszélek, ahol megakad a forgalom, innentől kezdve az egész környék így dominószerűen elkezd dőlni, és az egész főváros megáll. Bezony. Most nem egy volt ilyen, hanem 300, legalább 300 ilyen dolog volt. Nem beszélve arról, hogy például az autópályán, ahol úgy viszonylagosan lehetett közlekedni, bár én láttam olyan fotókat, amikor egy paladarabokat sodort a szél valami tetőről letépve, akkor ott megint lelassulsz. Tehát én most nem hibáztatnék nagyon senkit, ha mondjuk ez most még egy hétig így tart, ahogy kinéz a város, akkor már igen, a tegnapi viharral nem nagyon lehetett szerintem mit kezdeni. Nem is tudom, hogy egyáltalán fel lehet-e ilyesmire készülni. Hát mert ez mondjuk ezt előre prognosztizálták, tehát hogy most ebben az esetben mondjuk így azokat, akik a tájékoztatásért felelősek, azokat egyáltalán nem lehet elővenni, mert hogy mindenki tudta, hogy erre szóltak. Lehet számítani, megmondták szinte órára pontosan, hogy mikor fog érkezni a vihar, hogy mire lehet számítani, stb. De ettől független a tény az tény, az tény egész fővárost mattolta. Mattolta, de nem csak tegnap mattolta, ma is mattolja. Tehát szólok annak, aki autózna, hogy ne tessék nagyon elindulni, mert van egy csomó olyan kereszteződés, például itt nálunk az Üllői Hungária, vagy ez Könyves Kálmán már kereszteződése, ahol például nem működik a jelző.
lámpa. Nem fognak tudni átmenni autóval, tehát ha tudja, aki tudja, hagyja otthon. Tudom, hogy a tömegközlekedés is rossz lesz ma, nagyon nagy türelem kell a városhoz. De jelenleg legalább jár a metró, mert tegnap, ugye, amikor a Deák és a Köki között az M3-as nem járt. Én, evezőt nem tudtak kirakni az ablakon. Ez volt a baj. De csak mondom az emberi felelősséget. Mindenki tudta, hogy jön a vihar. Tegnap délután olyan 4 óra körül csapott le a Velencei tóra. A következőt láttad nyugat felől, hogy így belenéztél a tónak a tükrébe. Egyszer csak a másik oldalról egy valami fölkapta a tavat, de az egészet konkrétan, föl az égig egy pára felhő lett, fölszedte a víz tetejéről a vízcsepeket, ami irgalmatlan őrült sebességgel elindult a tó keleti része felé. És ekkor még volt, aki nem volt a vízben. Ja, Istenem. És üvöltöttek neki, hogy gyere ki, te barom, mert megcsúszik a lábad, és ugyanaz lesz, mint ami a Balatonon szokott lenni ez a jelenség, hogy körülbelül vihar esetén a vízfelszín fölött van egy fél méteres pára felhő, ami fulladást okoz. Ugyanis nem tudsz benne levegőt venni. Fél méter az egész. Mit gondolnak, hogy ők Den Hadnagy, a Forrest Gumból, akik próbára tetetik magukat a jóistennel? Egyit tudsz csak. Igen. De nem. Hogy ilyenkor azért nem lenne baj, hogy ésszel élne az ember. Na, szóval az igazi hülyével nem volt mit kezdeni. Én csodálom, hogy valaki nem veszett oda a tóban, akár a Balatonban, akár náluk. Figyelj, mi összeszedtük a gyerekeket, mi már előre készültünk, így napközben összepakoltunk mindent. Következőt láttad az ablakból. Egy kerti garnitúra, azaz, egy kis azaz. Medence, egy kutya, egy gyerek, valaki hozza vissza. Ezt láttad, ez körülbelül 20 perc volt, óriási ilyen szélviharral, nálunk fákat, nálunk van egy ilyen, hát szerintem másfél, vagy egy méter átmérőjű fa törzs, ami konkrétan kiszedte az egészet a vihar. Persze, nagyon komolyakat lehetett látni, hát láttam fönt a neten, talán az Indexen volt fönt például egy videó, amikor egy srác egy lakótelepi lakásnak az ablakából filmezte a vihart, vette föl telefonnal, és nyilván nem lehetett rá számítani, de pont egy fa, ami így pont szembe volt az ablakkal, az egy ideig hajladozott jobbra-balra, előre-hátra, aztán megadta magát, és kidőlt. Ja. És nagyon sok ilyet lehetett látni, és amikor azt mondod, hogy hál' Istennek személyi sérülés nem történt, akkor tényleg lehet mondani, hogy hál' Istennek, mert hogy isteni szerencse, de láttam egy olyan felvételt, amin talán egy Citroen így keresztbe, egy motorháztetőn így keresztbe kapott szépen egy betonvillanyoszlopot, úgy, hogy így a betonvillanyoszlop egy ilyen 30-40 centire még besüllyedt így a motorháztetőbe, és ott tényleg isteni szerencséről lehet beszélni, mert hogyha mondjuk egy 20 centivel beljebb az utasfülke irányába dől ez a bizonyos villanyoszlop, akkor ott nagyon könnyen lehet, hogy ott maradt volna a sofőr. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sokan, én azt gondolom, isteni szerencsének köszönhetik, hogy megúszták ezt a történetet. Hát láttunk olyan fotókat például házakról, amiket mint a szardinás dobozt úgy nyitott fel. Volt összedőlt ház. Összedőlt ház, persze a leomlott kéményekről, meg a tényleg a ketté tört ilyen matuzsálomkorú fákról meg ne is beszéljük. De nálunk nagyon hamar átvonult, és ami utána így már viccesítette a dolgot, hogy ment a cserekereskedelem. Na, hát így miért? Figyelj, járkálták körben. Ne haragudjatok, nincs nálatok az asztalunk, de itt van parancsolj, illetve csak a darabjai, mert széttört teljesen. Nem láttatok egy fölfújható rózsaszín nagyméretű gyerekmedencét? Három házzal arrébb, ha megnézed. 30 darab paspon kell cserélnénk egy fél garnitúrára. Egyébként körülbelül ilyen volt, gyerekruhákkal, napernyőkkel mindenki sétált a parton, ott az előttünk lévő... Ez a tietek? Nem, de tetszik. Nem, igen, illetve most, hogy mondod, igen. Oda például az előttünk lévő strand szakaszra szerintem gárdonyból vagy agárból kirakott egy csónakot és egy szörfdeszkát. Az kemény. Úgyhogy ha valakinek kell, akkor ha a gazdája nem jön, van nálunk eladó. Egyébként érdekes, hogy mondod ezt a cserekereskedelmet, meg azt, hogy azért sok esetben nem veszítették el, hála jó Istennek, a humorérzéküket az emberek, meg hogy milyen jó fejek voltak. Olyan felvételeket is lehetett látni, ezek nekem nagyon-nagyon szimpatikusak voltak, és nagyon tetszettek, hogy például autósok ott, ahol lehetett járni autóval, megálltak a megállóknál, tudták ugye, hogy nem jár a busz, vagy nem jár a villamos, stb., és felvették az embereket, és tényleg egy kicsit ilyen telekocsi jelleggel fogták, szépen beinvitálták őket az autóba, aztán elvitték őket, hogy ha éppen arra mentek. Úgyhogy ez nagyon-nagyon szimpatikus volt, még nagyon-nagyon jó fej volt. Azon kívül pedig azt lehetett látni, hogy sok esetben az emberek saját maguk oldották meg a problémáikat, például a ráckevei hévnek a vonalát, maguk az utasok tisztították meg a rádőlő reklámtábláktól, hogy tovább tudjanak haladni, erről is volt fotó fönt a neten. Nagyon szimpi. Úgyhogy a tegnapi viharnak nincs vége, abból a szempontból mondom, hogy a főváros közlekedése ma katasztrofális
lesz, aki tudja, az hagyja abba azt, hogy autóval megy. Na most, de most hagyjátok abba ezt, jó? Világos! Hogyha van infótok, azokat várjuk. Most azonban ugye az új műsor struktúrának megfelelően visszaugrunk egy picit a tegnapi napra, mert tegnap még arról beszéltünk, hogy 40 fok van. Bizony. A buszokon meg hát 45. Ezen a héten nem lesz 40 fok, ahogy néztem, a 35 sem nagyon fogja az átlag elérni egészen vasárnapig, ami azért sok tekintetben jó. Így van, de most gyorsan meghallgatjuk, hogy tegnap miről beszéltünk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc múlva lesz 7 óra. Átvészeltük a nagy melegeket. Ja, meg az óvózás. Ja, hát azt nem is mondok rá semmit. SMS. Átvészeltük a nagy melegeket, meg vagyunk a tehenekkel. Gulyás Laci. Na jó, van akkor. Laci, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást. Már egyébként ő tegnap is írt, hogy nagy a baj, de hogy reméljük, hogy meg lesz minden. Akkor mi volt a konkrét üzenet? Ahogy nagy a meleg. Ja, oké. És ezzel azt gondolom, hogy nem is írt túl nagy újdonsága, de hogy a tehenek, a tehenek tekintetében. Fölford a tej már. Szerencsétlenek. Hát ugye egy egész napot átsorognak, nyilván, hogyha még árnyékuk sincsen, akkor azért kicsit kellemetlen tud lenni. Én például azt nem értem, hogy ők hol vesznek fel ilyenkor folyadékot. Reggel meg este, amikor benn vannak. Hát vagy van kint itató. Vagy van kint valami kis. Gémes kút, gondolom én. Nem, vagy Gulyás Laci visz ki nekik valami innivalót, de Laci, nagyon szépen köszönjük, tényleg az egész stáb megnyugodott. Zsül arcán már a páni félelmet láttuk reggel ott, hogy vajon mi van Laci teheneivel. Most kisimult arccal ül. Nagy, Zsül egy hatalmas tejfogyasztó, egy hatalmas, nagyra nőtt csetszopó. Ő is a csomagolásért van kicsit jobban oda, mi? M033-as kilométer, már két autó ütközött, kisebb torlódás van. Krisz, az Üllői úton a külső sáv a határútól Ecseri útig befelé nem járható, a faágaktól Kriszta írta nekünk. 85-ös számú főút Szárföld és Farát között a rendőrautóból mérnek, aki arra jár, vigyázzon. Svarci írta nekünk. M3 204-es kilométernél Budapest felé mérnek, ezt pedig Bitang írta nekünk. Köszönjük. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a főváros a tegnapi vihart bár túlélte, de azért még mindig katasztrofális állapotok vannak, tehát egy csomó helyen nem működik a jelzőlámpa. Erre készüljetek fel. Aki autóba ül, az ilyen nagyon nagy nyugival próbáljon meg közlekedni. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Marci! Marci! Hello, sziasztok, jó reggelt! Szervusz, honnan hívsz bennünket? A 15. kerületből, Pestről. Vihar jelentést kérünk, vagy vihar kár jelentést. Hát én itt nem láttam semmi különöset, azon kívül, hogy leszakadt tegnap este az ég, de hát itt nagyon faágak, vagy ilyenek nem, törött autók nem voltak. Aha, jó. Mondjuk, ha fölhúzod a redőnyt, akkor lehet, hogy... Föl van. Hány éves vagy, Marci? 18. Ah, éreztem én a hangodon. Érettségi előtt vagy után már? Után. Után. És mi a szép jövő? Hát most így, ahova járok, ott még 2 évig oda fog járni ilyen technikusi parkérdésre. Ja. Az jó, nagyon jó. Ez jó. Kell az a jó. Szakember. Mi leszel? Hát, ha ez 2 év sikerül, akkor parképítő technikus. Uh-huh. Az ilyen kertész. Az egész jó hangzik. Hát, ja, olyasmi. Csak emelt szintű kertész, mondjuk így, biztos ez azt jelenti, tehát hogy már ki is tudsz találni dolgokat, hogy mi merre kanyarodjon a kis patak a hátul, és a csobogó az, hogy nézzen ki. Nagyon jó. Kivel szeretnél játszani? Janival. Marci, köszönöm szépen. Jó, sok dolgunk nincsen, a hetet azt most elvesztettük, mert 3 pont már a hallgatókért, úgyhogy a böcsületből lehet csak küzdenünk, de akkor kezdjük is. 3-2-1, tessék. Marci, tudod, mi szokott eszembe jutni a Marci névről? Fogalmasim. Van ez a gesztenyes finomság, azt nagyon komálom, meg a Buda Marci, akivel egy időben együtt dolgoztam. Azt a gesztenyes finomságot én is kedvelem. Kedvelem, igen. Ó, de kár érte. Kedvelem, igen. Jó. Marci, tényleg egy gesztenyes finomsággal sarokba lehet téged szorítani. Hát ezek szerint. Bizony. Na mindegy. Na mindegy.
Most egy kicsit nekem is rosszabb kedvem lett. Úgyhogy 10 után eszed is belőle kettőt. Hát Marci, nagyon szépen sajnáljuk, vagy nagyon szépen köszönjük, hogy játszott elők is. Nagyon sajnáljuk, inkább így fogalmazom. De... Hát én is sajnálom. De ezt nem mondta őszintén a Jani, mert az egy... Hát ezt valahogy éreztem. Ugye, ugye. De figyelj, a hét a tiétek, de ez nyilván neked nem okoz semmilyen pozitív dolgot, hiszen ugye ajándékcsomagod nincsen, nem baj. Marcikám, ha véletlenül kertet fogunk építeni bármelyikünk, akár a Jani, akár én, akkor csak neked szólunk. Jó? Köszi. Nálam nem fenyeget a veszély. Egyébként, ugye tegnap szóba hoztunk azokat a szakmákat, illetve azoknak a szakmáknak a képviselőit, akiket halmozottan, súlyosan érint az, hogyha meleg van kint. Egyébként a kertrendezők, kertépítők is ilyenek. Hát ott legalább van árnyék, fa. Ha hát van ha, fa. Igen, ha már ha van, ültettek azt igen, is. Igen, ha van nagy fa. Csak árnyékban csak 35 fok van. Ez igaz. Marci, szép nyarat neked, jó nyaralást, ha van még előtted, ilyesmi, aztán pedig tovább a suliba. Köszönjük, szevasz! Szia! 3 perc múlva lesz 7 óra, jövünk vissza a hírekkel, Ákossal, és utána pedig folytatjuk a műsort. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. Szevasztok, 5 perc múlva lesz 4-8. János és Ferenc a fedélzeten. Így tegnap már jelezte Bali, hogy ma nincsen, úgyhogy de holnap visszatér hozzánk. Kicsit rápien a péntekre, most a rádiózás mellett elég intenzíven forgat, és gyakorlatilag reggeltől estig, illetve hát a műsor a Morning Show utántól kezdve egészen estig, úgyhogy ráfér egy kis pihenés. Viszont van egy közérdekű információ, kifaggattuk az Ákosunkat, ugye a hírek szerelmesét, és elmondta nekünk, hogy van egy olyan oldal, a közút.bkkinfo.hu, ahol friss információkat találtok arról, hogy most ebben az esetben a fővárosiak, hogy éppen hol van valamiféle helyreállítási munkálat, aha, ugye a vihar után, ez egyáltalán nem mindegy. Tehát nyilvánvalóan az embernek van egy megszokott útvonala, amin keresztül beszokott jutni a munkahelyére reggelente, és hát ugye a tegnapi vihar következtében azért ott lehetnek fennforgások. Csak ezt az érdemes. Van szerintem, és akkor ők azt is írják, hogy mondjuk egy kidőlt fatörzset éppen most a tűzoltóság darabból? Nézem, igen, egyébként bal oldalt a térkép látható, jobb oldalt pedig ott vannak a konkrét információk, hogy mi történik akkor. Mond még egyszer, mi ez? Azt mondja, hogy közút.bkkinfo.hu. Aha, bkkinfo.hu. Mondom azokat is, amit a hallgatók küldtek nekünk. M0-as 33-as kilométer, 2 autó ütközött, kisebb torlódás, Krisz írta, és van egy másik M0-as is, de ez lehet, hogy ugyanaz, 32-es kilométer, M5 felé autó a belső szalagkorlát. Na most én nagyon picit várjunk, mert Ákos bejött ide összetéve a két Istenem. Kezét, mintha imádkozna és térden csúszva. Nem biztos, hogy jó volt az info, amit mondunk. Nem, teljesen jó volt az info. Igen, és szerintem a BKK-nál most nagyon örülnek. Tényleg? Viszont ez a viharkáros helyreállítás az azért nincs. Ez így ebben a formában nem. A fővárosi bármilyen helyreállítás, felújítás, lezárás, ilyesmi, az rajta van. A térképen egyébként, hogy hova dőlt ki a fa, azt általában nem szokták feltenni, mert az ugye... De az mondjuk, hogy a 70-es vonalára rádőlt, és nem megy a 70-es. Hát ha órákig nem megy, akkor véletlenül felteszik először nyilván a közösségi oldalra, és akkor utána ide. Tehát elő szokott fordulni, de minden fa törzset nem fogtok itt megtalálni. Figyeljetek, egyébként, ha meg nem ez az oldal, én most ugye 2 nappal ezelőtt kifaggattam a kedves hallgatókat így az éteren keresztül, hogy melyik appot ajánlják, így közlekedési szempontból, melyik ingyenesen letölthető appot természetesen. Jó, Vazen most miért reklámozhatnám? Nem korrekt, érted? Vazen korrekt, ne szóljál be. Nem mondom Vazen, csak hát Vazen nekem nem mondja, hogy mit csinálhatok, én felnőtt ember vagyok. Az igazán jó. Te tartasz el engem, Vazen. A Vazen akkor is, hát most ingyenes. Most Vazen ki akarsz jönni, de hátra? Vazen kivehetünk, de akkor is. Azt mondja meg Vazen, hogy ingyen van a Vazen, vagy nem. Egy zenét, ezt kinyílik, lerendezem a nagy csóká. Na, szóval, hogy van ez az app, és ezen nagyon sok olyan információt lehet találni, ami tényleg hasznos tud lenni, és figyeltem már az elmúlt 2 napban azokat a közérdekű infokat, amiket a hallgatók is beküldtek, és többé-kevésbé egyezett, és inkább többé, mint kevésbé, úgyhogy szerintem érdemes vele kacérkodni. Egyébként ott van a BKK infón is, mutasson. Ez a súnya szónak a linkje, ott van mellett. Ja, plán, rendesek, tessék. Föltették? Igen. Vazeg, de ügyesek. Ne, az kegyik fel, Vazeg. Jó, van, Vazeg, csak mondtam, hogy milyen jó.
A Hungária körúton az Üllői úttól befelé nem működik három lámparendőr sehol. Zsolt írta, nagyon sok ilyen kereszteződés van, ugye maga a Népligeti, tehát a Nagykörösi Könyves Kálmán Üllői, ez is teljes katasztrófa, és itt például sokan írják is, hogy mondjuk ha lejössz a Rákóczi hídról és szeretnél az Üllőire balra kanyarodni, az szinte lehetetlen küldetés. Ezért mondjuk azt, hogy aki teheti, az hagyja otthon ma az autót, és próbálja meg tömegközlekedéssel vagy bringával eljutni valahova, talán ma már nem lesz annyi eső. Marci írja, hogy a Deák térnél sem működnek a lámpák, kész katasztrófa a belváros, szóval van egy csomó olyan hely, ahol a vihar következtében még mindig vannak izgalmas történések. Ha ezzel egyébként tudunk segíteni, akkor nekünk jelenleg van egy működő lámpánk. Egyébként tényleg, tegnap kaptuk meg. Na, kölcsön tudjuk adni bármikor a fővárosnak. Ennek kimennék ide és kitenném, mert ugye ez ráadásul működik, és aztán körülbelül egy órát bírja az elem, de rendesen piros, sárga és zöld jelzés van rajta. Nagyon király. Ha valaki esetleg nem hallotta volna, tegnap a Loperdanéktől, a közütkezetőtől kaptunk egy nagyon kedves kis ajándékot, egy olyan lámpát, olyan közlekedési lámpát, ami korábban hosszú-hosszú idő keresztül az ürömi körforgalomnál, illetve hát a körforgalom korábbi helyén szolgált, és ezt megkaptuk milyen elemes akkumulátoros form. Nagyon jó volt, és ennek a következménye volt például az is, hogy ennek a kis beszélgetésnek, meg ajándékozásnak, hogy a Feri tegnap kiment aszfaltozni, és arról nem is mesélt el, hogy az hogy sikerült. Hát adásban tegnap azért elmondtam, amit lehetett. Ott ugye két balesetben is belefutottunk Laci kollégával, de időben odaért. De egyiket sem ti okoztátok. Nem mi voltunk, esküszöm, egy nagyon jó taxis kolléga vitt bennünket ki a helyszínre, ez az M0-ásnak, az M7-es és az M1-es közötti szakaszán egy ilyen újra aszfaltozós történet. Hát fia, ha azt mondom neked, hogy csak attól megőrülsz, hogy melletted 2 méterre, mert ugye ez már egy járt sáv az M0-áson, vagy egy járt szakasz, van egy körülbelül 1 méter magasságú elválasztó beton elem, és melletted pedig a kamionok, az autók, a megszokott 90 km/h sebességükkel, azt hiszem annyival lehet menni, gyakorlatilag tépnek el, és te közben ott aszfaltozol. Tűzőnap van, mellettünk volt egy gyönyörű buzamező, vagy rozsmező, már nem tudom mi volt az, aratás, ami azt jelenti, hogy ráadásul akkor már fújt a szél. Igen, tehát az összes szálapor. Ilyen pernye, por, minden, pernye az nem volt, de por az annál inkább, az odajön rád, tehát nehéz a levegővétel, süti a fejedet a nap 1000-rel, és mondom még egyszer, 160 fokon terítik az aszfaltot. Azt hallott, 160, az megdöbbentő volt. De azt mondta az egyik szaki, ott aki mellé beültem ebbe a tömörítőgépbe, nekem úthenger, de szerint az egy tömörítőgép, és valószínűleg ő egyen jobban ért hozzám, mint én. Picit jobb, mondta, hogy volt, szakmai gépekből, mint te. Igen, mondta, hogy volt olyan, hogy 220 fokos aszfalt hőmérséklet. Jézus Mária. 220 fokos hőmérsékletet mértek, úgy terítették, és akkor ők mentek rá szépen. Amikor én ott voltam, akkor már egy ilyen nagyon gyenge 120 fokra lehűlt az aszfalt. Odaállsz az aszfaltcsík mellé, és azt érzed, hogy ég a lábad. Ég a fejed az a fölülről, ég a nap miatt, és alulról pedig az aszfalt. Ha fölmész ebbe a tömörítőgépbe, akkor pedig beülsz egy kalitkába, aminek a tetejét szintén süti a nap, ebben nincs légkondicionáló, és akkor viszont abba pusztulsz. Brutális, bele. Brutális. Hát ezt tegnap is mondtuk, hogy nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire tiszteljük és megsüvegeljük azokat az embereket, akik ilyen körülmények között dolgoznak. És nem csak azokra vonatkozik ez, akik kint vannak ilyenkor szabad ég alatt, mert például írtak, azt hiszem, talán a Péti nitrogén művek, most nem biztos, hogy pontosan fogalmaztam, hogy esetleg nem sikerült, akkor elnézést érte, de ott például a hegesztők úgy dolgoznak, hogy a gázcsövekben 4-500 fokos gázok rohannak oda-vissza, és akkor emellett még ők heggesztenek. Nagyon kemény. És ezer ilyen meló van nagyon még, úgyhogy. És nem is 8 órás, mert én rögtön mondom ott a kollégáknak, hogy nyilván arra való tekintette, hogy most 50 fok van, meg ezt csináljátok, ugye rövidebb a munkaidő. Tehát egy 6 órás, jön a váltás, elmentek. Mi azt mondta, igen, 12 óra. Ha már kim vagyunk, akkor 12. Mert hogy minek, tehát hogy olyan sűrű, minek járkálj ki. Kimész reggel, 12 óra múlva visszamész. Úgyhogy embertelen. Kőkemény. Mindent hát rájuk lehet mondani, elcsépett, meg közhelyszagú, meg minden, de tökéletesen igaz, hogy ők a hétköznapok hősei, úgyhogy és kaptak is a kívánság műsorban hát számot. Figyelj, hát figyelj, azon sírtam, röhögtem, komolyan hallgattuk visszafelé a rádiót, az elbúcsúzásokat 10 óra előtt, és akkor ott mondtad a Csabinak, hogy de hát jó, Csabi lenne. Megmondta, érted, hogy itt nincsen, érted, a rádiónál a Klassz FM nincsen protekció. Valaki számot akar küldeni, az álljon be a sorba. Beálltam, megvártam, küldtem. Ennyi. Ígéret, szép szó. Úgyhogy még a vihar előtt ezt letudtuk, aztán pedig jött a vihar, és egy nagyon-nagyon fontos dologról fogunk most beszélgetni, mert hogy hát két felől is meg lehet közelíteni ezt a történetet, ami most jön. Egyrészt bizonyára mindannyian emlékeztek rá hallgatóink, hogy tavaly a Morning Show és a hallgatók közösen mennyi mindent tettek meg
a fosztos bugybókáért. Ja, hát viccelsz, gyakorlatilag piedesztára emeltük, egy egész országgal ismertettük meg ezt a nagyon fura nevű kis matárkát, ami ugye az év maradra ett. Igen, de az év... A fosztos bugybóka. Az év véget ér, és a fosztos bugybókának vége. Így van, és megmondom, mert hogy egyébként valaki nem tudna, egy madárfajtáról van szó, és nem pedig a rotavírus következményéről. És megmondom őszintén, hogy én sajnálom egyrészt a fosztos bugybókát, mert a szívemhez nőtt, és szerintem nagyon sok szívéhez nőtt, akik ugye leadtuk a szavazatokat, és a fosztos bugybókát egy év madarává választottuk. Egyszer fel, egyszer le. A fosztos bugybókának is lejár az ideje. Viszont jön valami új, és nekem bajom van. Bajom van, ugyanis most az Év Madara programban a Madártani Egyesület a következő kategóriát hirdette meg: láthatatlan tyúka. Érte? A láthatatlan tyúk! Hát hogy? A láthatatlan tyúk? Igen, tehát hogy egy olyan madarat akarsz... Ez kevésbé megfogható, mint a fosztos bugybóka, én úgy érzem. Igen, olyan madarat akarsz az év madarává tenni, ami nem látható. Ami nem látható, tehát te egyszerű madár megfigyelő. Ez miért van, hogy kihalófélben van, és azért nem látható, vagy egyszerűen pedig annyira beleolvad a környezetébe, hogy gyakorlatilag a bármi lehet? Ez a bármi lehet, és a bármi, ez a kategória, hogy láthatatlan tyúkok, ez ugye három madarat jelöl. Aha. A fűri, a haris és az ugartyúk van benne a pakliban most. A fűr, a haris és az ugartyúk, ebből a háromból lesz valaki. Tehát ez egy ilyen 3-1-ben történet. Igen, valaki az év madara, és ezt a kategóriát, ezt a három madarat egy kategóriába tették, láthatatlan tyúkok néven futnak. És szerintem nem jó. Nem jó a dolog, ki kell emeljünk valakit a háromból, akit egy kicsit a Morning Show madarának tekintünk, és föl kell juttassuk a csúcsra. Hát nem tudom. Figyelj, megmondom neked őszintén, hogy én örülök neki, hogy ha nem egy ilyen nagyon eredeti, nagyon színes és nagyon-nagyon kuriózum számban menő madár, hanem egy, vagy hogy is mondjam, csak a madárvilág szürke eminenciásai kerülnek egy picit az előtérbe, és szerintem a láthatatlan tyúk a kategória az ez. De hát az emberek azért afelé mennek mindig, hogy ami színes, ami látványos, aminek ilyen nagyon-nagyon komoly hangja van, tehát valami, amire fölkapod a fejed. Tehát szerintem egy ilyen panellakó hullámos papagáj is egy picit jobb, mert az legalább látod, hogy szép, ismered a hangját, Sanyi bácsiéktól megszökött az erkélyen, kergeted a nagyszobába, rászállt a lámpára, leszart a, bocsánat, a karácsonyi asztalt, érted? Ahhoz az van... anyósod frufruja. Igen, ahhoz van kötődés, de a láthatatlan tyúkok, hát egy fűrj, egy haris és egy ugartyú. De figyelj, most indulj ki abból, hogy ez a madár, ez maga a titokzatosság. Maga az izgalom, maga a rejtett szépség. Olyannyira, hogy nem tudsz róla semmit, és nem tudod beazonosítani, mert nem is látod. Na kérlek szépen, van hangunk. Van hangunk nekünk, Zsül meg fog egyet véletlenszerűen mutatni, én magam sem tudom, hogy melyik ez. Nézzük, hogy fölkapod-e egyáltalán a fejed erre a hangra. Na, mutasd. Na? Fűr, haris vagy ugartyúk? Ez talicska, nincs megolajozva a tengelye. Jöhet a másik hang, tessék. Ezen lassan tolt talicska. Fűr, haris vagy ugartyúk, tessék. Ez haris. Ez a haris. Aha. Harmadik. Igen. Na, ugartyúkot lát a haris. És idegenül beszélget. Tehát nagyon nagy a fejekben az űrzavar. Szerintem ezt fogjuk most rendbe tenni, mert itt van velünk Orbán Zoltán, a Madártani Egyesület elnöke. Zoli, jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat, és bocsánat, munkatárs vagyok, egyszerű 26. lapos alátét, nehogy botrány legyen aztán benne a munkahelyemben. De más szóltak egyébként? Tessék? Más szóltak egyébként? Ja nem, csak ilyenkor mindig drácsával verik a seggemet, tehát nem tudom. Jól teszik egyébként, az rövid távon kellemes, hosszabb távon már egy picit kellemetlen, de én egyébként nem vagyok ellen a jónak. Igen, illetve hogyha valaki erre van rágerjedve, akkor pedig hosszú távon is nagyon jó tud lenni. De hát drága, igen. De mi volt olyan, hogy nyilatkoztál nekünk, és akkor a büfébonda ment hozzá az egyik prof, és azt mondta, hogy Zolika, amit nyilatkozgatsz, te itt jönne. Nem, az elnök ment oda. Nem, hát mindig megelőzöm ezt, tehát látják, hogy becsületes vagy rabszolgaként mondom jó pontosan a titulosokat, és akkor utána nincs is ebből nagy botrány. Mert kevés a brácsa az elemébe. De a beszerzés már folyamatban van, csak hogy jó legyen mindenkinek. Zoli, itt hallottad a három madárhangot, te meg tudod mondani a sorrendet nekünk, így hangokból?
Hát az biztos, hogy egyik sem volt fűrés harés, leginkább ugartyúknak tűnt, csak az, hogy az ugartyúknak olyan a hangja, mint mondjuk vonulás időben a pusztában létező még legalább másfél tucatnyi madárnak hasonlíthat. Összetkeverni a pólinggal, godával, piroslábú cankóval és egyéb ilyen bőrbetegségnek hangzó nevű állatokkal. Figyelj, akkor miért ő a jelölt? Vagy miért került ő most ennyire ugye a fókuszba, hogyha eleve nem látjuk, nem tudjuk jóformán, hogy hogy néz ki, mert olyan rejtős idei vannak, hogy gyakorlatilag így elveszik a bozótban, ráadásul a hangja is ráillik még kb. 5 fajtára, akkor most miért pont ő? Az élőhelyek miatt, ahol ezek élnek. Tehát amikor beléptünk az Európai Unióba, mi bevittünk egy olyan természetföldrajzi régiót, ami nem volt, és ez nekünk nagyon-nagyon sok százmilliót, nagyon sok milliárd forintot jelent, ez a pusztai élőhely. Az, hogy ezt meg tudjuk őrizni az Európai Unió területén, öntik ide a pénzt, és ezeknek egy nagyon jó, ikonikus fajai ezek a láthatatlan tyúkok, bármelyiket is válaszza a nép, az Isten adta nép, akkor tudunk ennek a területnek a védelméről beszélni. Pont jó, hogy láthatatlan, mert azért még ott vannak, és bizonyos kaszálási trükkökkel meg lehet őket óvni. De Zoli, legalább egy árva fénykép van mindenkiről, minden egyes jelöltünkről? Tehát ha valaki így rákeres... A honlapon vannak videók is, hát az ugartyúk, az Aher Gábor szerintem megnyalja a szája szét, mert nem hiszem, hogy látott ennyire bedrogozott feeling élőlény. Tehát a hatalmas üveggolyónyi meret sárga szemeivel, beszűkült pupillával az ugartyúk az önmagában. Mit fogyaszt az ugartyúk? Mit fogyaszt, hogy nem van tépve? Nem a kaja miatt van betépve, hanem azért, mert éjszaka vadászik, rohangál a talajon, a szikes pusztán, és nagy bogarakat, például a ganajtúró bogarakat eszik, lehet, hogy az undortól van így kitágulva a szem, hogy úristen, nem kell lennem. Jézusom, nekem csak ez jutott. Más nincs. Hát az ugartyú után legfurább kinézetű, mert képzeljünk egy ilyen kétszeres sárga tyúklábon üldögélő baglyot, ami robotikusan mozog, úgyhogy ő a legfurább talán. Figyelj, és ezek a felvételek, amik fenn vannak a honlapotokon, ezek egy nagy felbontású felvételek, vagy olyanok, mint amik a Yetiről készültek, meg Bigfootról, tudod, és így lehet látni valamit, hogy 100 méterrel feljebb a fenyvesben valami elmegy, ott balra belenéz a kamerába, ez bármi lehet. Nem, ezek HD minőségű felvételek, és a toltetűt lehet látni, hogy vakarásza a hasát a madáron, és annyira jól érzi magát. És mindig van mögötte a hang is. Tehát a harisi a legfurcsább hang, ezt most neki megpróbálom utánozni, ez a ilyen recsegő hangja van neki, mintha berottyantott volna, csak ez a rottyantás ez 1 kilométer elhalszik, és fura módon inkább éjszaka énekel. Aha, és igen, ez kellemetlen tud lenni, például amikor éppen vadászok arra fele cserkelnek, akkor biztos, hogy egymásra néznek, hogy Dezső, Dezső bátyám. Éjszaka nem cserkelnek arra, mert éjszaka nem tudnak így semmire vadászni, legalábbis reméljük, úgyhogy ez ilyen szempontból. Tehát a harisnak ugye a hangja a legkülönlegesebb a háromból, az ugartyúk, mint egy betépett állat, úgy néz ki. A fűrről tudsz-e mondani valami hasonló szépet, mint a másik kettőről? Igen, nagyon érdekes, hogy régen, amikor még a fűr nagyon gyakori volt Magyarországon, és vadászták is, akkor voltak olyan beszámolók, van egy olyan jelenség, hogyha valaki túl sok fűri húst evett, akkor fűri mérgezést kaphatott, tehát ilyen rosszul lép. De mik a tünetei? Nem tudom, mert már nagyon régen nem él Magyarországon szerintem olyan ember, aki hivatalosan ehetett fügyet, hát valószínűleg rosszul lét, keresztbeálló szem, budin üldögélés, ilyesmi. Igen, kiszámítatlan helyeken és időkben való lekuporodás, tolborzolás. Figyelj, de ez ugyanaz a fűr, mint aminek a tojását lehet kapni a jobb hiperenkbe? Nem, mert az mocskos drága lenne, hiszen nálunk védett fajról van szó. Szóval az általában a japán fűr az tenyésztett állat, de hát ilyen szempontból, ha valaki nem genetikus és a genetikai újranyomat alapján azonosítja, akkor neki tök mindegy. Uh-huh. És ez Magyarországon él még, vagy hol található meg olasz vadászok csomagtartóján kívül? A fűrje három közül a leggyakoribb, ugye ez a pitypalacs hang, ez nagyon ismert, hogy hozzátartozik a vidéki tájhoz, nagyon sok versben, novellában, filmben ott van hátul, mert egyszerűen kell, tehát amikor a főhős szaladgál a hős munkavégző munkás a mit tudom én, a vasvellával a búzamezőkön, akkor hátul mindig szól a fűpalatja, meg a mezei pacsirtának az ének a levegőből. Zoli, hogyha neked kéne most választani, nem akarunk befolyásolni semmit, a három közül ki a személyes kedvenced, akit befogadnál a családodba, aki az asztalodnál ehetne, aki melletted alhatna az ágyban?
Köszönöm ezt a kérdést. Politikai korrekt választ az, hogy én a rántott csirkére szavaznék, de nagyon nehéz, nagyon nehéz választani. Azt gondolom, hogy közel áll az én véleményem a mostani szavazás eredményéhez, is 39%-kal a Haris vezet. Ez a tényleg a legmisztikusabb, és nagyon azzal szoktunk viccelni, hogy az emberek azt mondják, hogy a Haris mi a bát? Egyszer volt, meg kikezeltettem, mert nagyon viszkedett. Tehát tényleg ilyen bőrbetegséghez hasonló neve van, és hát nem nagyon tudják, hogy ő egy madár. És valószínűleg a három közül ő az, akit nem nagyon látott még ember Magyarországon, mondjuk 50 ultrafanatikus madarászon kívül, aha, mert ez aztán tényleg éjszaka énekel, és a fűben a legmagasabb ilyen derékig élő nedves kaszálókon szaladgál, mint egy mini velociraptor a sűrűben. Ez Zoli, de van belőle egyébként, vagy ezt csak most így elhitettétek, hogy ez egy létező faj, tök mindegy, jöjjön az EU-s pénz a Hortobágyra, építsük újra, legyen gyönyörű, tegyük rendbe, tehát vagy ez egy létező faj, vagy most minket akarsz etetni? Nem, van ez a madár Magyarországon, az európai és a világállomány is sok területen bajban van, és annyira izgalmas, hogy nem csak az alföldi síkvidéki területeket kedvelően fölmegy egészen akár 3000 méter magasság ezeken az üde kaszálókon. Tehát van ez a madár, és tényleg ilyen szemben a nedves réteg védelmének az egyik ikonfaja. Jó, mi laikusok vagyunk, minket azért tényleg meg lehet vezetni, de akkor tényleg tedd a szívedre a kezedet, és mondd meg nekünk, vagy a Bibliára is tedd, amire akarod, tedd a bizére, amit tudom, az alkotmányokra is. Mondd meg, hogy nincs olyan, hogy lementek együtt így az ornitológus haverjaiddal egy nyírkos pince kocsmába, és néhány kriglisör mellett kitaláljátok, hogy mivel szopatjátok be jövőre az országot. Milyen nem létező madárra való szavazással. Nem, nincs, mert az ország magát szivatja már elnézést a kifejezésén, mert ők választanak. Ezek létező madarak, ezeket tudjuk igazolni, alkotmánybírósági igazolást is be tudunk hozzászerezni, tehát mindenképpen van. És ha fölmentek a honlap oldalra, ahol szavazni, az mm.hu, ott megnézhetek videón is. Tényleg a Haris az a legelmerodjadtabb ilyen szemben, hogy énekel, így dobálja ki a hangot a csőréből. Még egyszer a Haris, légy szíves! Nekem picit olyan, mint amikor egy Erika írógépben egy kicsit leértek Erika papírt. Tényleg. Hát, igen, vagy mint hogyha a bedagadt dugót forgatnánk egy hordóval, mondjuk. Akinek mi jut eszébe, ugye? Erről a hangról jönnének az írógép, igen, neked, igen, a boros hordó. Az ország leghitelesebb. Hát, Pinokkió szexel, tehát nagyon sok minden eszébe juthat az embernek. Igen, Pinokkió szexel, és nem volt a közelben semmilyen zsír. Nekem a Haris a kedvencem. Meddig lehet szavazni, Zoli? 27-ig, tehát július 27-e 12 óráig, és akkor utána meg eredményt hirdetünk, és elkezdjük a jövő év január 1-én kezdődő kampány előkészítését, nyomtatott anyagok, matrica, ez az. Nagyon egy jó. Nyírkos falu pincekocsmában. Igen. Ahol a Harist is megfelelően el tudják készíteni nyilván, igen, azt a maradék 5 darabot. Zoli, nagyon köszönjük, hogy ki segítettél bennünket a bajban, mert itt tébláboltunk a láthatatlan tyúkok között. Én Haris fan lettem, vállalja-e a Morning Show közösséget, vállalunk-e Haris ügyben? Tehát legyen a miénk. Ha majd látunk. Ha fölmegyünk, és akkor megnézzük tényleg. De én nekem az összes láthatatlan tyúk egyébként szimpatikus, nagyon mindig a Méta utca útról az eszem, amikor ott be vannak húzódva. Ők nem láthatatlanok, ők azért részben, igen. Zoli, nagyon szépen köszönjük. Ha lesz egyszer egy olyan szavazás, ahol az ország leghitelesebb alkalmi szóvivőjét kell megválasztani, azt akkor vagy. Számíthatsz ránk. Hát nagyon szépen köszönöm, most elpirultam, de szerencsére ez nem látszik. Hívni fogunk téged a szavazás után, jó, hogy együtt az ország a Harisér, vagy megosztottuk a közvéleményt. És lazíts meg az övedet, mindjárt jönnek a brácsával. Igen, okay. Orbán Zoltán, a Madártani Egyesület kiváló munkatársa. Köszönjük szépen. Szevasz, Zoli. Hello. Sziasztok, köszi a lehetőséget. Szia. Végem van, hogy mekkora figura. Óriás végem van, gyerekek, mindenhova ilyen embert. Jó, én a Harissal vagyok, ha valaki akar még csatlakozni, akkor ugye a Magyar Madártani Egyesület honlapján ezt megteheti. Minden egyes IP címről egy szavazatot lehet leadni, és akkor lássuk, hogy az ország kit válasz majd. Egy percen múlt el 7:30, Ákosan a legfrissebb hírekkel, aztán jövünk vissza. Mi is lehet jelentkezni az Óven bácsi Beru néni játékra. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en.
2 perc múlva 3-4-8. Jó reggelt, sziasztok! A közlekedésről csak annyit, hogy a fővárosban már áldatlan állapotok uralkodnak. Egy csomó helyen nem működik a jelzőlámpa, az a tegnapi vihar maradéka. Mindenki legyen okos, ügyes, hagyja otthon az autóját, ha így tudja. Van. Így van, nagyon fontos egyébként, hogy jól informáltak vagy legyetek. Kétféle útja van, módja van annak, hogy jól informáltak legyetek. Egyrészt hallgassátok a mi Ákosunk a hírek szerelmesét itt a Morning Show-ban. Ezen kívül pedig érdemes ellátogatni a bkk.hu. Azt mondja, hogy BKK Info, ezt keresétek, ezt a kis rovatot, és itt a mai forgalmi változásokat, azokat egészen pontosan figyelemmel kísérhetitek, hogy milyen szabatosan fogalmazzak. Hát természetesen ez a fővárosiakra, meg az agglomerációból ideérkezőkre vonatkozik elsősorban. Békés és Doboz útszakasz lezárva. Békés Saba felé terelik a forgalmat, nem tudjuk, mi történt, Niki írja. Sziasztok, M1-es autópálya, 139-es kilométer a Hidról trafiznak. Zsolt írta, M1-es autópálya a határ felől, mérik az érkezőket, ez ugyanaz, Vasvár és Gersekarát között baleset, két autó frontálisan ütközött, az út lezárva. Mentőhelikopter is ott van, aki tud, az kerüljön. M0-as 32-33-as kilométer, két autó ütközött, az egyik autó a belső korlátnak csapodott, ezt meg Kriszt küldte nekünk. Várjuk továbbra is az információkat. SMS-ben Haris rajongók lettünk, vagy én legalábbis nagyon a Haris támogatom, de majd kiderül az év madara választásánál, hogy az ország mire szavaz. Nagyon jó. És egyiket nagyon jó ír, hogy már szakadozik, hogy a felőzet ugyan nem, de hallottam, hogy az egyik biztonságról kint krákogott. Itt egyelőre még egy picit azért borús az ég, tehát hogy még a napocskát nem látjuk, de állítólag délutánra már visszaáll minden a régi kerékvágásba, és visszakapjuk a nyarunkat. Hál' Istennek nem olyan dögletes meleg, mint mondjuk tegnap volt, mert ugye állítólag olyan 27 fok körül fog tetőzni a mai nap során az átlagos hőmérséklet, de végre megint sütni fog a napocska mindenhol, és ez jó. Ez nagyon jó ír. Amivel most folytatjuk, az előtt nem nagyon, nem is tudom, hogy kéne ezt a hírt tálalni. Én szívem szerint nagyon röhögnék, de ugyanakkor tragikus a történet. Az. Szerintem már mindenki hallotta. 14 társaságnál 29 biztosítást kötött baleset esetére egy Sándor nevű férfi. Néhány évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy körülbelül egy olyan fél év alatt kötötte meg ezeket a biztosításokat Sándorunk, majd eltelt egy év, Sándor fogta magát, és kapaszkodjatok meg, vonat alá feküdt. Beugrott egy mozgó szerelvény alá, a két lábát betolta, amit levágott a vonat. Jézus. Mentőhelikopter jött érte, megmentették az életét, most már tud járni. A balesetet követő napon, mondom, tehát megtörtént a baleset, és a következő napon már a kárigényét az összes biztosítónál bejelentette, összértékben 945 millió forintra számíthatott volna, és ezzel el is árultam a történet csatornáját, számíthatott volna, ha ez ténylegesen egy baleset lett volna. Mert hogy ő azt mondta, hogy leszállt a vonatról, az állomáson ott megcsúszott egy üvegcserépen, és becsúszott a vonat alá, tehát neki jár ez a kártérítés. Igen ám, de ugye a biztosító társaságok azok így fölkapták erre a fejüket, hogy hát gyanús volt, hogy ennyi biztosítása van. Az embernek megtörténik ez a dolog, és most nem akarnak neki fizetni. Aha, milyen meglepő. Milyen hát meglepő. Én egyébként azt mondom, hogy amellett természetesen, hogy tényleg azt kívánjuk Sándornak, hogy, hogy legyen a lehető legjobb egészségi állapotban a körülményekhez képest, és hogy mielőbbi felgyógyulás neki, de hogy ő egy tragikusan hülye ember. Ez tényleg, ennél nincs jobb szó. Tehát ez butaság volt, tehát embertelen, hogy orbitális hülyeség. Tehát ilyet, hogy levágatod a két lábad azért, hogy kapj 1 milliárd forintot, egyszer nagyon régen játszottunk ilyet, itt emlékeztek, hogy mit adnál oda, nem tudom, 100 millió forintért. És Zsülben nem maradt semmi. Hát jó, Zsült, azt szétdobáltuk a francba. Igen, de hogy itt mi mindannyian talán odaig mentünk el, hogy az egyik ujjunkat, van, maximum, vagy nem tudom, maximum. A fülünket, igen, vagy ilyesmi. Igen. Itt 1 milliárd forintról van szó, ami értem, hogy őrületesen nagy összeg. Szóval annyi pénz szerintem nincs is a világon, 1 milliárd forint, de hogy a két lábadat ezért odaadod, az egy nagyon kemény döntés. Ha életet menthetsz valami hasonló dologgal ténylegesen, tehát hogy meg hogyha végső elkeseredésedben is arról szól a történet, hogy mit tudom én a gyerekednek, vagy valamelyik családtagodnak, vagy ilyesmi. Oké,
oké, biztosítási család. Uh-huh. De előfordulhat olyan élethelyzet. Azért azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon nagy különbségek vannak az életszínvonal, meg az életminőség tekintetében az országban, nagyon sok ember között. De akkor is, itt ebben az esetben valószínűleg nem erről lehetett szó. Ő csak kitalálta magának ezt a szerinte hatalmas ötletet, meg ezt a hatalmas sztorit, és akkor be akart zsebelni egy rakáspénzt, 1 milliárdot. Tehát ott azért már érzed, amikor főleg egy ekkora összegről van szó, hogy itt nem egy tűzoltásra szánt összeg, meg kellett, hogy mit tudom, 1 millió, 2 millió, 5 millió. Igen, mert beteg a gyerek, és van, mint 5 millióból meg lehet gyógyítani. Itt nem, itt 1 milliárd forintról van szó. Ez nagyon tragikomikus a történet. Tényleg azért kezdtem úgy, hogy nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek. Ezen a sztorin azt hiszem üzemi hülye a Sándor. Tehát, hogy ne haragudj, ha hallod az adást, de ezt kell mondjam, ez a véleményem erről. A dologról viszont az meg érdekes, hogy a biztosító társaságoknál vajon működik egy ilyen riadó lánc, hogy figyelj, nálam is, nálam is, nálam is, nálam is, kezdjünk-e utána járni ennek a dolognak. Biztosítási ügyekben mindig a CLB-hez szoktunk fordulni. Itt van velünk Németh Péter. Jó reggelt, Péter, szia! Szia! Jó reggelt, sziasztok! Hello. Ismered a hírt, ugye, hallottad? Igen, ez elmúlt pár napban ezt így nehéz volt nem hallani. Igen nehéz volt nem hallani, nyilván biztosító társaságoktól is, meg egyébként így a bulvárból is, meg mindenféle fronton. Mi történik ilyenkor, amikor valaki leadja a biztosítási igényét? A biztosítók, hogyha több helyen ugyanaz a név előfordul, akkor ők egyeztetnek, vagy itt minden biztosító külön kapta fel a fejét erre a sztorira? Alapvetően az, hogyha valaki egy ilyen biztosítást több helyen is megköt, arra nem kapja fel a fejét egyik biztosító sem, annál is inkább, mivel az ilyen életbiztosítás és balesetbiztosítás típusú biztosítások, tehát amikor nem egy vagyontájra kötünk, hanem magunkra, ez ebből többet is meg lehet kötni, és ezek kifizetéskor összeadódnak. Tehát ez törvényes, ez jó. Úgy, és ez ajánlott is, ugye? Hát ajánlott, akinek mondjuk nem elég a biztosítási összeg. Tehát mondjuk azt mondom, én a bal lábam a többre tartom, a maximális értéken focista vagyok, mint mondjuk egy biztosító ad rá, nem tudom, 10 millió forintot, én 50-et akarok, akkor 5 helyen is megköthetem ugyanúgy ezt a biztosítást, és végül, ha baleset történik a bal lábammal, akkor azt mind az 5 helyről legálisan felvehetem. Hangsúlyozottan ez ugye csak az ilyen életbiztosítás típus, az autó mértékét nem vettem fel 5 helyről, vagy a lakásom, de ez ilyet igen. Olyan rubrika van, hogy méltányosság, hogyha esetleg a jobb történik valami, és te pedig a balra kötöttél, akkor esetleg kaphatsz 100%-ot. Be kell vonni társbiztosítottként a jobb lábat is, és akkor így, hogyha hozzájárul a bal, hogy ővel nem történt probléma, de a jobb terhére legyen kifizetés, akkor így lehetséges, igen. Automatikusan gyanúsá válik ez az egy ilyen eset, amikor most ne is beszéljünk a lábról, mert itt az esetnek a sérültje, hogy Sándor mind a két lábát elvesztette, mondjuk egy kardvívó, egy párbajtőrös az ő jobb kezére köt biztosítás, mert ő abból él, és egy év múlva történik valami a kezével, akkor automatikusan a biztosító társaságok, az az 5 vagy az a 10, akinél ő kötött biztosítást, elkezdenek vizsgálódni? Kivizsgálják, mindenféleképpen kivizsgálják, persze. Automatikusan az a gyanús, amikor túl nagy összegekre kötődnek a biztosítások, tehát nem reális, nem életszerű. Tehát amikor a kardió 3 milliárd forintra szeretné biztosítani a jobb kezét, akkor az ugye nem reális, hogy... Na jó, de hogy többször is olimpiai bajnokról van szó, akkor még a igen, talán... Ebben az esetben egyébként igen, tehát egyedi kivételeket tesz a biztosító, és megvizsgálja a dolgot, hogy egy amatőr kardozóról van-e szó, vagy ugye persze egy olimpiai bajnokról, aki mondjuk az egész élet feltett, és ilyen módon igen, világsztárok, világsztár sportolók, biztos benne, hogy a legnagyobb nevű focistáknak is nagyon-nagyon komoly biztosításaik vannak mögöttük, amire aztán... Hát meg ne feledkezzük meg Jennifer Lopez seggéről sem, mert gyakorlatilag egy fél farpofájának a biztosítási összegéből te, a Feri, a Zsül, meg én elmehetnénk egy lakatlan szigetre, csak mondjuk egy nőt is kéne magunkkal. Hát vigyük a másik felét a seggének. Na, akkor nem Jennifer Lopez ülnénk, mert akkor ő már erre nem lenne annyira, biztos, hogy itt nagyon komoly összegekről van szó. Persze. Mondjuk Jani bal melli zomzatára tudok biztosítást kötni? Hát tudunk rá kötni, itt az értéket kell majd pontosan micsoda? Milliárdok! Ha ne vicceljél, most a következő Balaton-Szandra készülök. Hallottam, biztos... A tök menő. Én biztos vagyok benne, hogy egy komoly összeget el tudunk majd érni. Nálatok volt már ilyen biztosítási kötés, vagy akár a biztosítási csalás kategóriában? Egyéb esetről be tudsz számolni? Volt, persze, igen, és ezeket mi is így kiemelten kezeljük és figyeljük. Pár évvel ezelőtt, 2-3 évvel ezelőtt volt egy olyan eset, amikor egy ilyen sima kockázati életbiztosítást, amit az ember azért köt, hogyha nincs benne semmi megtakarítás, meg ilyesmi, csak hogyha valami történik, akkor fizessen, tehát ilyen emberkaszkónak hívja ezt a szakma. Emberkaszkó. És ez ilyen
10-20-30 milliókra szokták megkötni, de a 30 azért az már egy a maximum, és akkor valaki az online, nem személyes, stb. Kötött egy 100 milliós értéket, be is csorgott hozzánk, ennek az éves díja egyébként a 340 ezer forint, tehát azért ez már nem is egy olcsó kategória, és akkor ez az van, hogyha baleset, ha halál, ha betegség, és akkor 100 millió, mert elkezdtük verifikálni ezt, ugye, tehát ez már egy gyanús nekünk is, és akkor felszoktuk néha hívni az ügyfelet, na ezt az ügyfelet annyira kíváncsi voltam, hogy konkrétan én hívtam fel, és egyébként egy ilyen vállalkozó volt, egy ilyen középvezető szinten valahol, aki elmondta, hogy van két lakása, van két autója, van egy nyaralója, ő tartja fenn, és hogyha ha itt valami történik, akkor ez így összeadva megközelíti a százat, ő ki tudja fizetni, mai napig is fizeti éves díjba a biztosítást, tehát nem minden csalás, ami annak látszik, de ilyen trükközések, próbálkozások azért mindig vannak. Nyilván legtöbbször a trükkök azok inkább a lakásbiztosítás, vagy az autóbiztosítás, ilyen klasszikusan ezek a lebiztosítózások. Aha, tehát élettel annyira nem játszanak. De van azért, tehát nem akarok szörnyű tippet mondani, de van, aki még a gyereken is megpróbálta, az nagyon gusztustalan, de nem volt tragédia, de vannak ilyen orbitális hülyék, már ha lehet ezt így. Lehet, nyugodtan. Erre abszolút lehet, de van, aki azért megpróbálja. Tehát mondjuk egy kisebb törésből nagyobbat csinálni, volt, csak egy külsére miatt. Ó, hát ez régen gyert, figyelj, ez a 90-es években, hát de gyönyörűen ment, hogy vettem. Igen, csak egy pontos, egy ilyen esetben például mondjuk a sérülés felnagyítására használt baseball ütővel pontosan eltalálni a törött csontot. Igen, áll. Nem állt névi anatómia ismered. Ha nem pont ott ütik meg, akkor a következő törést már még ugyanúgy fáj, talán még jobban, és nehéz lesz egyszerre egy biztosításon érvényesíteni a két kár esemény, tehát ilyen esetben. De várj, ezt jól értem, hogy eltört mondjuk a karja az emberünknek, és azt mondta, hogy figyelj, csináljunk már ebből nagyobbat. Nem rossz, de... Sanyika, üssél már rá ide. Ebben az esetben mi sokat rögtünk, itt egész pontosan arról van szó, volt szó, hogy az ujja szorult be, a mutató ujja valami ajtó, nyitó, nem tudom, szerkezetbe, és az eltörte, és akkor a biztosításában az volt benne, hogy tényleg, hogyha több csonttörés van, és akkor az kitalálták, hogy akkor eltörik a másik ujját, és akkor odébb ment az ütés, és így az egész kézfejet rombolta. Jézusom! A segíteni akaró barát, és azt hiszem, hogy olyan komoly sérülés történt, és a leírás az pedig még mindig arról szólt, a látletre mentek, hogy hát ő az ajtó, a kertajtót nyitották, és azt csípte be a kezét. Aha, nem volt a látletre, addig már kívott lapítva az egész kézre. És egyébként az előfordulhat, hogy mondjuk itt a Sándor esetében, hogy a 12 különböző biztosítónál kötött biztosítást olyan, és mindegyik ugye külön-külön nyomoz ez esetben. Az előfordulhat, hogy valaki azt mondja, hogy nem igaz, szerintem ez biztosítási csalás, mondjuk másik kettő meg azt mondja, hogy én meg elhiszem, fizetünk. Igen, előfordulhat, bár ebben az esetben talán már most már nem fog, de egyébként előfordulhat, hogy egyik biztosító úgy dönt, hogy ő elutasítja, a másik pedig jogosnak találja, és akkor, ha nem is mindegyik, de valamelyik fizetni fog, tehát ők ilyen módon egymástól hivatalosan nem teszik függővé a dolgot, tehát gyakorlatilag azok nyilván beszélgetnek egymással a szakemberek, hiszen elég szűk ez a biztosítási szakma is itthon, mint hogy minden más szakma, de előfordulhat, hogy két különböző módon értékeli két biztosító, úgy is, hogy nem biztos, hogy mind a két helyen ugyanazt a biztosítást kötötte. Tehát míg az egyiknél egy véletlen baleset, a másiknál munkakörben elkövetett, a harmadiknál nem tudom, tehát ugye többféle szituáció lett, és attól függ, hogy idézi elő ezt az ársérülést, lehet, hogy véletlen egyik le fogja fedni, de azért senkinek nem akarok ezzel tippeket adni, gyakorlatilag. Nem éri meg, én is azt érzem, mint például Sándor esete, amiből indítottunk, ő mire számíthat? Letöltendő börtönbüntetés, pénzbüntetés? Igen, tehát inkább mivel károkozás így végül is nem történt, ezért pénzbüntetés szerintem nem, bár ez már inkább jogi kérdés, de hát ez igen, mindenképpen biztosítási csalás, ráadásul előre végig gondolta, eltervezte, kivitelezte az okiratokat, ezzel a szándékkal töltötte ki, hát itt biztos lesz egy ilyen szép hosszú majstrom. Illetve hát még számított egy hivatalból kirendelt elmeoros vizsgálattal is. Abban biztos vagyok, igen, meg utána hátralévő életes, ez sokkal könnyebb ezzel, hogy most hiszem, egy lába sem marad. Igen. Péter, köszönjük szépen neked a segítséget. Köszönjük jó munkát. Szia, Németh Péter, a CLB-ből. Vagy a CLB-től volt a segítség. Komoly. Nagyon komoly. Tehát, hogy nem érzem, hogy a 945 millió megéri, még akkor is, hogyha Sándornak bejött volna. Főleg, hogyha nem kapod meg. Így meg, hogy egy fillére sincs meg két lábad, se így nagyon kemény a dolog. Ja, egy óráját megkapta. Az meg. És mindenkinek jár a 15 perc hírlé, hogy szoktuk volt mondani. 3 perc múlva lesz, 8 óra gyorsan jön Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai.
Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Szala kérdezte, ezt elfelejtettük Péterre megkérdezni, de elküldjük neki mérben a kérdés, hogy van ez a csikaszkó. Mert kötne? Mit csinálsz, Szala? Mi a munkát? Hát, hozzorulhat erősen, oda? Erősen igényben van véve az említett testrész Szalánál. Hát majd megkérdezzük a Péter. Feri van velünk a vonalban, a várpalotai hegesztő. Hello! Hello, sziasztok! Szia, jó reggelt! Nektek sem volt aranyít életetek a tegnapi napig, mi? Hát nem, jó jött ez a kis leülés, csak a jégeső nem kellett. Az nem, hát így van. Elengedtek benneteket hamarabb tegnap? Igen, rendes volt a főnök, mondta, hogy őrségriadó van, aztán egy óra körül mondta, hogy akkor... És meddig kellett volna maradni? Délig? Nem, kettőig voltunk, csak akkor ért vissza a főnök. Na Feri, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi és Beru néni. Ó, Isten, asztalos ízem. Bizony, igen, megint benőtt néhány körme Beru néni. Na figyelj, háttérben pedig szól valami, ez egy filmzene lesz. Már egyáma. Istenem, az a nő. Uha. És egyébként szakmába vág neked. Igen, itt van is a nyelvem. Lehetne még egyszer? Meg lesz az. Mindjárt. Hát most már nem tudunk többet segíteni. Egy bitang nő volt benne, neked szakmába vág. Mutassunk hosszabbat? Hosszabb zenét? Ugye? Hát igen, legyen jó. Akkor egy hosszabb. Nem segített, hogy ráénekeltem, de ha már ebből se jön, akkor akár még táncolhatok is rá. Ez egy film, ez igaz? Egy film, igen, ezzel kezdtük. Azt. Most már azt is tudod, hogy táncos film egy bitang jó nővel, és a te szakmádat csinálta a nő. Ennél többet már nem tudok mondani. Mm. Na, 3, 2, 1. Nem tudom. Ez a Flashdance! Hát persze! Hát hegesztő volt a csaj. Igen, most így, hogy mondtad, hogy Flashdance, ekkor ugrott be. Igen. Ferikém. Nagyon sajnálom, pedig tényleg sokat segítettünk, mert jó igen, csaj, igen, tánc, igen. Hegesztő, hát ebből már is a zenéből ki kellett volna találni, sajnálom. Én látom a 18 pluszos változatát van is. Belőle. Abban igen, készítettek belőle. Meglepően jól sikerült az is. És oda hegesztenek. Pedig idáig mi majdnem mindet kitaláltuk. Izzadta képernyő. Nagyon furcsa, igen, hát más. Feri, köszönjük szépen, más. Akkor jó munkát neked most már kicsit. Jó, nektek is jó munkát. Köszönöm szépen. Hello, szia, pontosan 8 óra van, Ákos jön a hírekkel, aztán jövünk vissza mi is. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. Jó reggelt, szevasztok, 2 perc múlva 4:09, Dózsa György út nyugati felüljáró alatt baleset. Rendőr sehol, mentők a helyszínen, óriási a torlódás az Árpád híd felé vezető oldalon. Mérnek a 832-es számú úton Nagygyimót és Pápa között, a Pápa felől érkezőket, M7-es 133-as kilométer mindkét irányban mérnek. Üröm körforgalom. Ugyanolyan dugó, mint megépítés előtt. Sokat segíteni az irányjelző használata kihajtáskor, a feletársaság nem indexel, MMT írja ezt nekünk. Igen, mert ugye, ha te szeretnél bemenni a körforgalomba, és jönnek neked balról, ha ő kifordul, ha látod, hogy indexel, akkor már mehetnél, de ugye nem indexel. Már rég a kocsi még nincsen rajta. Ja, vagy drága. Pécsről Pécsvárad előtt vigyázni, mert betondarabok az úton, trafi a 71-esen, Balatonkenesén, Aliga felé mér, ezt pedig Petykától kaptuk, köszönjük szépen az információkat. Aki hallgatja a és ott meg egy picit tisztában így a dolgunk, azt tudhatja, hogy időről időre megígérünk valamit, amit aztán nem teljesítünk. Ilyen nálam például a kézzeljárás. Valaki kérdez egyiket, és hallgatunk, és nagyon sajnálom, hogy a bukik rajtam egy látos jön, hogy Jani Faszi, hogy állsz a kézzeljárással. Hát csak mondom, hogy az a nagy helyzet, hogy volt pár héttel ezelőtt, ugye 3 héttel ezelőtt ez az orrsövény ferdülésem, ami után egy nagyobb tüsszentés is mindig azt okozta, hogy elerett az orromvére. Gyakorlatilag leálltam ezzel a projekttel erre az időszakra. Azt mondta az én nagyon kedves doktor,
doktornőm, hogy egy picit ezért vegyek vissza így a mozgásból, meg a sportból, mert komoly problémák származhatnak belőle. Most már jövök visszafelé, de hát ebből a kézenjárásból júliusra. Júli 27, ugye, ez a van, dátum nekem be van írva a telefonomban. Júli 27 hétfő. Így van, Ferinek van egy apja, az a neve, hogy legszebb öröm a kár öröm, és oda mindig beszokta írni ezeket. Egyébként meg igen, te ígérted, meg júli 27. Jó. Már a tavalyi évben meg kellett volna csinálni, csak mondom, hogy toltuk, egy fél évet még kaptál, ha most se csinálod meg, akkor basszus, egy 40 felett, vagy 45 körül, azért nem egyszerű dolog egy olyan történetet összehozni, meg megtanulni egy olyan mozgásformát, amit egyébként az azt megelőző 4 évtizedben nem nagyon gyakoroltál, meg Valázs is elmondta, hogy suta vagyok, érted? Mm-hmm. És hát nála jobban nem ért senki semmihez. Ugyanígy vagyok én például, érted, a fekvő támasszal. Arra nem mondok semmit. Hogy érzed a párhuzamot? Egy kezes fekvő, nem egy kezes, hanem egy darab kezes fekvő támaszt. Biztos, nekem ez egy, a célom. Egy darab van. Ez a célom. Na, valahol ez van. Ez tök jó egyébként, mert akkor lehetsz a példakép a lányomnak, neki is pont ugyanez a célja. Hát, csak ő 13 éves kislány. Na azért, akkor én hamarabb megcsinálom, és akkor ilyen utánam a virág. És együtt fogunk edzeni egy fekvő, meg vagyunk, mehetünk valahova a virág. De figyelj, hogyha megvan egy, akkor onnantól kezdve már szériázhatsz. Akkor ugyanazt kell csinálni, többször ez a titka. Ja, és akkor 10-et megcsinálsz. Persze, és akkor meg volt 10. Nagyon jó. Tehát 27-én fogjuk ezt újra venni, ezt a kézenjárós dolgot. Hát sajnos akkor az egy láda sörödbe fog kerülni. Igen, nem tudom, feltűnt-e, hogy azért hozom ilyen sokszor szóba, hogy ne vegyük majd elő megint a témát, akkor amikor egyébként kellene. Majd meglátjuk. Lassú viszpartot, most igyekszem összehozni a dolgot. Jó. Tényleg. Jó. Már most kérjük azon hallgatóink jelentkezését, akik talán számukra is érthetetlen okokból, de hosszú-hosszú évtizedek óta kitartanak egy pár mellett, hogy írjanak nekünk SMS-t. Ezt most még így nem értitek a dolgot, de mindjárt, hogyha a hírt meghallgatjátok, akkor tudni fogjátok, mert amikor én ezt elolvastam, ezt a hírt, akkor két dolgon kezdtem el gondolkozni, hogy valaki mondjuk 18-20 évesen összeházasodik, és leélnek 50 évet, és akkor 70 évesen azt mondja a apa anyának, hogy szerintem váljunk el, hogy ott mi lehet a kiváltó indok. Tehát, hogy a vasárnapi húsleves már nem sikerül úgy, mint 50 éven keresztül, ez az egyik, de aztán arra gondoltunk, hogy ne legyünk magonoszak, vagy ne annyira, mint szoktuk, és próbáljuk meg a jó oldalát megnézni. Hogy manapság az én környezetemben is rengeteg a válás. Tehát nagyon sok fiatal, 1-2-3 éves együttélés. Na de most kimondtad egyébként a kulcsot, hogy fiatal. Tehát, hogy azért szerintem egy bizonyos korosztály felett vagy alatt, most mindegy, nézőpont kérdése, lényeg az, hogy tudjátok, hogy miről beszélek, tehát, hogy mondjuk az idősebb korosztály, akkor úgy mondom, az idősebb korosztály környezetében, vagy az idősebb korosztályban sokkal több a hosszú távú projekt. Tehát, hogy sokkal inkább jellemző rájuk, hogy hosszú-hosszú időn keresztül együtt vannak a párjukkal. Miközben a fiataloknál, vagy a fiatalabbaknál, mit tudom én, 30 alatt, meg tökre jellemző ez, hogy egy-két évre, vagy mit tudom én, 4-5 évre összebútoroznak, aztán pedig valamiért rájönnek, hogy ez nem működik. De szerintem ez a közegnek is az ok, tehát, hogy a közegben is keresedett az okokat. Más a világ, más az értékrendszer, másképp állnak ezekhez a dolgokhoz. Ja, hogy például azt látod, hogy a mobiltelefonodat már nem megjavítani kell, hanem újra cserélni, akkor ugyanez van a kapcsolattal is? Hát talán szélsőség is a példa, de valahogy az egész világ itt körültünk arról szól, hogy és tök érdekes egyébként a példa, amit hoztál, mert nem csak a tárgyak szintjén, hanem szerintem az érzelmi kapcsolatok terén is van ez a fajta hozzáállás, meg mentalitás. Meguntam, lejátszottam, elkopott, megfakult, akkor jöhet egy új. Van egy gyerek, vagy két gyerek, van egy közös életetek, egy közös múltatok, és akkor arra is lehet azt mondani, mint a mobiltelefon, hogy hadd menjem, csináljunk egy újat. Lehet, hogy egyébként esetleg mit tudom én, sarkos meg bántó lehet az, amit mondok, de én sok házasságban, meg sok kapcsolatban azt érzem, hogy az egy gyerek, meg a két gyerek, meg az akárhány gyerek, az pont arra van, hogy csúnya szóval élve, hogy egy kicsit meghosszabbítsa a mandátumát a kapcsolatban. Aha. Tehát, hogy azért nem szerelem gyerekekről beszélünk, hanem egy kicsit olyan, hogy oké, akkor egy gyerek, na, és akkor az egy kapocs, két gyerek, az két kapocs. Két kapocs, aha, és elérkezett egyébként is az idő, hogy most már gyerekünk legyen, bár nem is kéne, mert egyébként, aha, és jó, picit olyan kocselekvés jellege van a dolog, akármennyire is tragikusan hangzik. Na, mondom a hírt, az évezred híre. Szerintem. Egy Nobel-díjas íróról van szó, Mario Vargas Llosáról, aki fél évszázadon
átélt együtt feleségével. Tehát 50 év van mögöttük. Ő egyébként már nem az első, azt hiszem, hanem a második felesége volt. Azzal is 50 évet együtt? Hát az már kicsit furcsa lenne, de most úgy döntött az úriember, hogy 50 év után elhagyja anyut, mert elég ebből a dologból, szerelmes lett, és összejött Izabellel. Izabellről annyit kell tudni, hogy ő egyébként Enrique Iglesias édesanyja. Hát, várjál meg, akkor viszont meg is tudom nézni. Óriási. Tehát Enrique Iglesias édesanyja, ő azt hiszem, hogy mondok neked, 70 éves volt ugye a feleség, Jossa felesége, 79 éves most a perui író, és a hölgy pedig 64, de nagyon-nagyon jól tartja magát, mert például van saját kozmetikai márkája, és modellkedik is. Ő pedig híres spanyol szocialité, ami annyit tesz, hogy hát ilyen jó körökben forgó, mindenkit ismerő parti arca hölgy. Aha, mit mondtál, hogy mennyi idős egyébként? Izabel? 64, Izabel 64 éves. Azt kinéz kb. 40-nek. Most, most nézem a fotókat, föl vannak róla a neten, hát igen. Ügyes. Ügyeske? És biztos, hogy ő az, mert látok egy képet Julio Iglesias-szal, meg a picikkel. Tehát, hogy ő viszonylag jól tartja magát. Tehát Julio az apuka, ugye, ő az anyuka, és akkor a kis Enrique Iglesias-szal együtt vannak ott egy fényképen. Aha, nem tudom, mivel most az arcát, de kérnék belőle ülőfürdőt. A saját kozmetikai márkájával nyilván, herére is, hát ha jó. Na, szóval így döntött a híres Nobel-díjas író, hogy ennyi év után megunta ezt a dolgot, beleszerelmesedett Izabelbe, és hát váltott, tehát 79 évesen, 50 év házasság után. Egyébként a hölgy háromszor volt már házas, és valóban ugye Julio Iglesias volt az egyik. Uh-huh. Keresek egy képet a Nobel-díjas író exéről is. Jézus! Ez lehetett azok. De 50 év együttélés után ez lehet ok, hogy azt mondod, hogy ne haragudj, anya, csúnya vagy, mert 70 éves vagy. Itt van egy 64 éves, a gyönyörű Izabel, aki ugye nagyon jól tartja magát, és ezért elhagylak. Figyelj, nem lehet, hogy ők úgy váltak el egymástól, hogy egyébként, igen, hogy egyébként meg a kapcsolatuk az a körülményekhez képest jó maradt? Tehát, hogy nincsen öri-hari, ja, meg persze. Nincsen gyűlölködés, meg nincsen kredenc kettévágás, autó kettévágás, fikusz kettévágás? De simán benne van a pakliban, hogy egyszerűen csak elmentek egymás mellett az 50 év alatt. Az a baj, mindig a válaszol nekünk, mindig az itt az eszünkben, nyilván azért, mert ezt látjuk a környezetünkben, meg erről hallunk többet, hogy ez iszonyat torzsalkodáshoz vezet, meg perpatvarhoz, meg töréshez, zúzáshoz, meg hogy hívjákhoz. Mert nagyon kevés olyat látszol, ahol ez nem így történik. Én nem tudom, az elmúlt 5 évben, akikkel beszéltem, abból volt 2 talán, aki azt mondta, hogy figyelj, leültünk, elbeszélgettünk, rájöttünk, hogy van nagyon szép 10 év mögöttünk, minden csodálatos volt, de elértünk egymás mellett, más felé ment az életünk, nem ugyanazt gondoljuk a dolgokról, és tök békésen meg tudtuk oldani a történetet. Nincs veszekedés, azt hiszem az egyiknél még volt, az egyik párnál volt egy gyerek is, ott ők abban estek ilyen nagy kérdésbe, hogy ott azzal mi legyen, vagy vele mi legyen, a gyermekkel mi legyen. Állam. És akkor azt mondták, hogy mind a ketten élne, hanem hogy megosztották, hogy egy hét, és így működik a dolog, meg közös programokat is szerveznek. Biztos, hogy nagyon nehéz ezt normálisan intézni. Tehát, igen, de nem kell feltétlenül, hogy dráma legyen belőle. Na egyébként az író azt mondta, hogy végre boldog, hagyják békén, nem akar beszélni a magánéletéről. Mi volt az elmúlt 50 évben? Ha végre 79 évesen mondod azt, hogy végre boldog vagyok. Azért az nagyon... Akkor itt azért volt más is. Ott azért nagyon komoly gondok lehetnek ebben a történetben, de 79 éves korodban megtalálni a boldogságot, az picit párkapcsolati szinten, az picit szomorú. Jó, hát hogyha mondjuk a magyar közéletet nézzük, akkor itt is volt hasonló példa. Úgyhogy, hogyha... És ha már író egykori nyugodjé békében, igen, a koszos költőnkre Faludi úrra gondolunk, akkor ott is volt egy hasonló jellegű történet, hogy ő rá is... Érettebb korban talált a szerelem. Aha, jó van. Láttam, hogy keresed a szavakat. Azt mondtam, hogy most ez a megértő fél óránk, jó? Tehát ez igen. Nem a bántos fél óránk, ez a megértő azért fél óránk. Hogy mit is, hogyan mondom. Na, jött egy csomó SMS egyébként, és egy embert Anna vissza is hívott. Azt mondja, hogy Feri, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Drusza! Jó reggelt! Jó reggelt! Feri, Tatáról írtál nekünk, és ha minden igaz, akkor te kis babikáddal, jól mondom? Igen, Anna még jelenőben keresztene, de hát az jó édesapja már kicsi korában Babinak hívta. Aha, és akkor ezt megtartottad te is, ugye? Így igaz. Hány év van mögöttetek? 57.
év van mögöttünk, és az az igazság, hogy a házasság. Ma házasság. Jaj, Babi azért hátulról megmondta a tutit, figyeltétek. Én megmondta, jó. Rasugó nekem örökké. Már 57 éve. De tündér vagy. És mennyi volt előtte, amikor még hát nem voltatok házasok, de már oda-oda söndöröttél Babikád mellett? Az az igazság, hogy én nagyon mindent nagyon elkapkodtam, ezért aztán nagyon korán nősültem, 20 évesen, és de az első 6 évben született 2 aranyos lányunk, akik azóta is nagy, velünk együtt nagy szeretetbe élnek. Feri, mi a titok? Tehát, hogy te miért nem mondtad azt 30 év után, vagy 50 év után, mint ugye itt az előző történet szereplője, hogy elég ebből, nézek valami újat magamnak, kell valami izgalom? Nem. Én ezt nagyon megvetem ezeket az embereket, annál is inkább, mert végeredményben, ha elvártam volna, még akkor is mindig erre gondolnák vissza, erre sok szép évre, amit előtte töltöttünk, mint ahogy te mondod, 30-50 év letöltése után megszakítani valamit. Végeredményben mindenképpen a hibákat, amit elkövetünk, mert aztán olyan nincs, hogy nekem mélypont, De ha toleráljuk egymást, és megbocsátunk egymásnak tévedésbe, akkor ez megy tovább. Mi Babi legjobb tulajdonsága, amit a legjobban szeretsz benne? Hát az az igazság, hogy nagyon szolid csaj még ma is. Jó, ide jó, szolid csaj. És én mondom neked, hogy nagyon sok olyan vállalkozásban löptem bele, mert én így izgágább ürge vagyok, amiközben ő a szolidságából mindig visszafelé akart menni, és én mondtam, igen. Volt az életünk során 5-6 vállalkozásunk, amikor már belelöptem, akkor már szerette. De mielőtt még megtörtént volna, akkor mindig óckodott egy jó sor, hogy jaj, mi lesz velünk, nem. De a sok munka mellett azért mindig szakítottunk arra a pihenésre, a gyerekekkel való üdüléssel. Mert azért sokszor belefáradtunk azokba a dolgokba, amit bevállaltunk, de soha nem adtuk föl. És hála Isten, ahány vállalkozásunk volt, mind azt mondom, hogy jól, Jó, hát ez a pénzügyi részeben adom. A Feri, most egy olyat kérdezek, igen, hogy egy kicsit menjél arrébb Babikától, hogy ő ne hallja a válaszokat. Legyen ez belsős, egy kicsit férfias beszélgetés. Ülünk a kocsmában, már megittunk egy felest, a Jani is, ő már nagyon vidám, az egy után, és akkor azt kérdezem tőled, hogy Ferikém, ugyanúgy szereted a Babit, mint az elején? 50 év után? Vagy változott-e valamit ez a dolog? Én azt mondom, hogy talán jobban. Ez a sok-sok év annyira összekovácsolt bennünket, hogy én nem tudnák mást elképzelni. De jó. Ezt nagyon komolyan mondom, és csak neked akkor edek szerint, de ő ezt nem hallja. Jó, de akkor, hogyha ez a válaszod, igen, egyébként, akkor ezt akár hallhatta volna is, mert azért mondtam, hogy egy kicsit beszélgessünk halkabban, hogyha azt mondod, hogy hát már nem olyan a tűz, nagyon szeretem, de nem olyan a tűz, akkor ezzel nem akartam Babikát. És ezt mondanád akkor is, hogyha nem ittunk volna meg egy-egy felest előtte. Hát, ha felest iszunk, akkor nekünk még jobb. Az az igazság, hogy én szeretem, nagyon szeretem a társaságot, nagyon szeretem az unokákat, a dédunokákat, és ebben a szép kertben a illatos fák alatt nagyon jól el tudunk lenni. Helyes. Feri, nagyon köszönjük, hogy jelentkeztél, és hogy elmondtad ezt nekünk. Reméljük, hogy nagyon sok embernek jó példával is előjárhatsz, igen, ezzel. Ugye ez a több mint 50 éves házasság. Én mondjuk nagyon sok mindennel nem értek egyet a mai helyzetben, hogy olyan gyorsan feladják, pedig nem szabad. Nagyon boldog gyémánt lakodalmat kívánunk. Köszönöm. Már most már nem sokára az következik. Köszönjük, Feri. Puszi, Babikádat, és szia. Jó egészséget. Köszönöm, átadom. Köszönöm.
De tündér. Hát ezt imádtam. 57. Nagyon helyesek voltak. Mondjuk annak azért számomra van egy üzenete, hogy ahogy nézegettem a különböző évfordulókat, hogy ugye a rubin, az arany és a gyémát lakodalom után a vas lakodalom következik. Én ott érzek egy pici kis visszalépést mondjuk így a nemes fémekhez és a drága kövekhez képest, de... Az én szüleim 58 éves házasok voltak májusban, Zsuzsa írja, tehát van azért erre is jó példa, és ami viszont nagyon érdekes, hogy 30-as, 40-es hallgatóink is írtak, mert ugye mi arra a következtetésre jutottunk már az elején, hogy nagyon sokan adják fel a kapcsolat építését, és azt mondják, hogy inkább kezdjünk bele újba, akár 5-10 év után is, meg gyerekkel a hátunk mögött, és nagyon sokan írják azt, hogy mondjuk 31 éves vagyok, 13 éve vagyunk együtt a férjemmel, és nagyon-nagyon szeretjük egymást, és hogy ez hagy menjen tovább, és ha baj van, akkor ezeket mindig megoldjuk, tehát nem igaz a dolog, de várjuk, még nyugodtan írhattok nekünk SMS, plusz lehet jelentkezni a hármasugrás játékunkra is. Most 8:30, vagy jövünk a hírek után. Na, most az én fülesem kavarodott. Össze 3 perc múlva lesz 3:49. Jó reggelt, sziasztok. Balázs tegnap mondta, hogy nem lesz, és betartotta. Így van, hát erre a srácra lehet számítani. Értem. Azt mondta, hogy ha nem lesz, nem fog jönni, kettő fog jönni, és hát, és itt is vagyunk. Itt nincs humbuk, meg kamuzás. Nem, hát tényleg, amit ő ígér, az úgy is lesz. Azt mondta, hogy holnap jön majd. Azt még nem tudjuk, de hogy ma nincs, az egész biztos. A fater 40 év házasság után lelépett egy 30 éves prostival. Fel fogom jelenteni a Viagra feltalálóját. Tipcsi írta nekünk. Arról beszélgettünk ugye, hogy Mario Vargas Llosa, Nobel-díjas író, 50 év házasság után ott hagyta anyut 79 évesen, és Enrique Iglesias édesanyjával, a gyönyörű 64 éves Isabellel jött össze, és most végre boldog. Mi pont az ellenkező példát kerestük, és Drusán Feri jelentkezett, akik most már 50, nem is tudom. 57 éve, ha jól emlékszem. Igen. Az ő most közelítenek a gyémát lakodalom felé. Az ő babikájával élnek együtt, és ő mesélte el, hogy még mindig ugyanaz a tűz, ugyanaz a szerelem, ugyanaz a lángolás van, és hogy tenni kell érte, de működik hosszú távon. Aztán Babi kivett a szobából, és egy kicsit elkeseredetté vált a hangja. De hogy is, természetesen. Istenem, most gyertek értem, szóljatok a teknek. Nem. Nagyon cukik voltak, nagyon helyesek voltak is. Szerintem egyébként már ritka, mint a fehér hóló egy ilyen típusú kapcsolat manapság. Már bárcsak azért is, mert ugye, tehát, hogy az egy idősebb korosztályhoz kell tartoznod ahhoz, hogy mondjuk, hogy 50 éve együtt legyél a pároddal. Aranyosak azok, akik ilyen 20-22-25-27 évesek, és írják, hogy már 5 éve együtt vagyunk, és a szerelem, azt higgyétek el, és ez hosszú távú. Így legyen, természetesen kívánom valamennyi őtöknek, hogy 50 év múlva esetleg majd ez téma lesz egy akkori rádióállomáson, akkor meg tudjátok írni nekünk. Így van, akkor is mi leszünk, mert Balázs akkor is dolgozott, és akkor valószínűleg is itt fog egymáshoz szembe ülni Feri Tata és Jani Tata is, majd ugye ezeket a... Erről már beszéltünk, Jani, egyszer. Most kérjük az a hallgatóikat, akik akkor is írtak. Anna, megvannak még a telefonszámok. És Annának meg lesz akkor is, megnyugodhatsz. Igen, még mielőtt bárki írna, magunkon röhögünk, jó? Nem rajtatok. 1 perc múlva 3:49. Éles témaváltás következik, de mindenféleképpen szeretnénk erről beszélni. Mert nagyon-nagyon Feri sok... talált egy hatalmas kelést magán, miután kényelmetlenné vált az ülés. És hogyan tudnám ezt úgy kiszedetni, hogy ne fájjon? Pontosan erről akartam beszélni. Arról akartam beszélni, hogy nap mint nap nagyon sok segítségkérés érkezik hozzánk. A Morning Show címére személyesen egy-egy emberhez, Janihoz, Balázshoz, vagy akár hozzám is, levélben, e-mailben, hozzám a Facebookon is nagyon sokan fordultok segítségért hozzánk, amit abszolút értünk, mert ugye a Morning Show mindig is próbált egy-egy szemét, vagy szervezetet, vagy valamilyen ügyet képviselni. Így van, kötelességünknek is érezzük ezt a dolgot. De. És akkor itt aztán jöhet olyan SMS, ami ezzel a sztorival nem ért egyet. Nagyon nehéz a döntés, higgyétek el. Tehát mi magunk is sokszor órákat beszélgetünk egy-egy olyan dologról, hogy most éppen lehetőségünk van segíteni, akkor kinek segítsünk, kinek és hogyan segítsünk. Nem tudunk mindenkinek. Aki épeszű módon fordul hozzánk ezekkel a kérdésekkel, az valószínűleg ezt meg is érti. Persze én meg nagyon azt nehéz is, elfogadni, persze. Én meg azt is megértem, hogy ha valaki bajban van, az őt nem vigasztalja, hogy mi egyébként jó fejek voltunk másokkal. Tehát ha te magad vagy bajban, akkor nagyon nehéz azt mondani, hát rajtam most nem tudtak segíteni, de egyébként a Kovács Gézen meg akárhol tudtak segíteni, és ez egy picit vigasztal ez a dolog, tehát nem
nem lehet jó döntést hozni ezekben soha. Szívünk szerint mindenkinek segítenénk, aki hozzánk fordul, de hát ezt mindenki megérteti, hogy sajnos ez nem tisztünk, nem feladatunk, és sajnos nincs is rá lehetőségünk, mert nyilván ez hosszú távon már a műsornak a rovására is menne. Alapvetően ez egy szórakoztató reggeli műsor, ugyanakkor persze tényleg azt tudjuk, hogy nem csak lehetőségekkel, hanem kötelezettségekkel is jár. Az a fajta ismertség, vagy mondjuk talán egy picit nagyképpen népszerűségnek is, amit mi itt minden reggel megélünk, de nem tudunk mindenkinek segíteni, ugyanakkor azért időről időre egy-egy konkrét eset mondjuk így minket sem hagy olyan szinten nem hagy mondjuk így nyugodni, hogy tényleg azt mondjuk, hogy na most ebben az esetben tegyünk kivételt. Így van, időről időre ezeket a kivételeket megtesszük. Az már egy másik kérdés egyébként, hogy nyilván nagyon sokan dolgoznak rajtunk kívül, nem rádiós, nem tévés szakterületen, hanem mondjuk karitatív szervezeteknél, vagy akár állami szervezetnél is, akiknek ez a feladatuk, és ők tényleg nagyon sokat megtesznek, és nagyon sok jó, ezt most ilyen idézőjelesen mondom, nagyon sok sikertörténetük van, amikor ténylegesen tudtak segíteni. Talán az ő hangjuk nem annyira hangos, mint a miénk. Én azért is szeretem ezeket a dolgokat, mert talán picit példát tudunk mutatni azoknak, akiknek van lehetősége segíteni, de nem mindig érsz oda te magad. Vagy elmegy az élet melletted, mert a mindennapi dolgok elviszik, holott néha sokszor egy szelet kenyér, vagy 5000 forint, vagy 1000 forint is tud segítség. Hát vagy még kevesebb tényleg. És ebben az esetben nagyon fontos szerintem hangsúlyozni azt, amit egyébként már sokszor mondtunk, most is mondjuk, meg mondani is fogunk, hogy itt alapvetően a mi feladatunk az, hogy jelezzük egy-egy embernek a problémáját felétek, hallgatok felé. Az igazi segítséget én úgy érezzük, hogy az igazi segítséget ti nyújtjátok. Úgy kell elképzelni, vagy mi legalábbis úgy képzeljük ezt a dolgot, hogy mi egy világító toronynak az őrei vagyunk. Mi a világító toronyon keresztül egy jelzést adunk, és hát reméljük, hogy sok jó szándékú segítőkész ember meglátja ezt a jelzést, és majd segít. Mi ebben az esetben szócsövei vagyunk mondjuk egy beteg embernek. Így van, és még mielőtt bárki is megérne azt, hogy de ti is tudtok, vagy ti is segíthettek. Segítünk is. Halkan elmondjuk, hogy igen, csak nem szeretjük ezzel verni a mellünket. Most egy nagyon-nagyon rövid levél jön. Egy horvát Fruzsina nevezetű lánytól, aki 21 éves, tehát már nem az a korosztály, akire így síró szemmel felszoktuk kapni a fejünket, hogy úristen, szegény gyerek, szegény csecsemő. 21 éves és Hernád CC-n lakik, 2011-ben súlyos májbetegséget diagnosztizáltak nála. A levélnek most jön az érdemi része, elérkezett az utolsó fázis, ha sürgősen nem kap új májat, akkor a 22. életévét nem éri el. De inkább idézném a levelet, ami így szól, hogy akkor a 22. életévemet nem érem el. Ezt a levelet ő írta nekünk. Gyógyulásomhoz szükséges gyógyszerek és utazási költségeim családom nagyon nehezen tudja finanszírozni, külföldön történne a műtét, mindösszesen 1,5 millió forintra lenne szükség. Itt nagyon-nagyon sok pénzről szoktunk beszélni, volt már 5 millió, 8 millió, 10 millió, itt most idézőjelesen mondom, csak 1,5 millió forintról van szó. Ezért kérem, hogy aki tud anyagilag segíteni, hogy még sokáig élhessek. És ez a mondat az, ami engem megragadott ebben a dologban, egy 21 éves lány kéri a segítségeteket, és a miénket is. 1,5 millió forintról van szó mindösszesen, ha ez a pénz nem gyűlik össze, akkor ő nem lesz 22 éves. Igen, itt nem csak egyszerűen arról van szó, hogy egy minőségi élet, vagy hogy egy egészségesebb élet, vagy egy problémának a megszűnése, hanem itt élet és halál a kérdés. Így van, a Facebookra kitesszük ezt a levelet, és a számlaszámot is. Aki tud 1000 forinttal, 5000-rel, 10000-rel ki, kinek mennyire engedi meg a pénztárcája, kérjük, hogy segítsen. Horváth Fruzsináról van szó, még egyszer egy 21 éves lány, aki nem lesz 22 éves, hogyha ez a 1,5 millió forint nem gyűlik össze. Szerintem nem egy olyan összeg, amit ne tudnánk a hallgatókkal együtt összerakni. A Facebook oldalunkon megtaláljátok ezt a számlaszámot, és akinek van rá lehetősége, akármennyi, egy pici is, akkor az legyen olyan kedves. Segítsen, be fogunk számolni róla természetesen, hogy állunk ezzel a dologgal. Én nem fogom ezt többször behozni, szerintem ezt elég egyszer elmondani. Én tudom, hogy a mi hallgatóinkkal együtt ezt a 1,5 millió forintot ma össze fogjuk tenni. Így van, nagyon fontos az tényleg, hogy mindenki a lehetőségehez képes segítsen, és így akkor egy picit ezt a dolgot kibővíteni egy másik dologgal is, hogyha adott esetben az anyagi helyzetetek nem teszi lehetővé, hogy segítsetek, ezt is tökéletesen megértjük, tudjuk egyébként, hogy az országban milyen állapotok vannak, és hogy sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy anyagilag támogassanak egy ilyen ügyet, bármennyire is szeretnének, ott akkor abban az esetben a megosztás is nagyon sokat tud segíteni, hát ha eljut olyanokhoz,
akik viszont tudnak anyagilag valamiféle kis összeget tényleg így elküldeni erre a bizonyos számlaszámra, és tudnak így segíteni. Tehát a megosztás is nagyon-nagyon nagy segítség ebben az esetben. És akkor már meg is tetted, ami neked rendeltetett a mai napra, és csodálatosan megfeleltél annak a kívánalomnak, amit mi támasztunk, ha támasztanánk, de persze nem támasztunk. És nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, akik meghallgatta, mindenkinek, aki segít valamilyen formában. Így van, és a Morning Show ezen túl sem fog leszokni erről a fajta tevékenységéről, ezt ígérjük nektek. Mi is benne vagyunk, ha tudtok, akkor legyetek ti is. Tehát a Facebookon megtalálható a Horváth Fruzsi életéhez szükséges adományvonal vagy adományszám. No, akkor most nyilván lónyerítés kéne, hogy legyen, ha itt van a főnök, hogy élesváltással menjünk tovább, következzen a hármas ugrás. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Rózsa, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Szia! Én már szeretem a hangodat, ezt a vidámságot. Honnan jelentkeztél a játékban? Jelenleg nyaralunk, Monori erdőn vagyunk. Nyaralunk! Júj, de jó! Hányan van a nyaralunk? Négy gyerek, egy férj, két kutya, meg én. Kutyákkal, mindenkivel együtt? Mit, hát lehet, mit lehet csinálni Monori erdőn? Most a Monori erdőn. Megerdőzni a kertben, ebben a kánikulában. De ti ott laktok, és úgy... Nem, Budapesten lakunk, és akkor eljöttünk egy ilyen kéthetes kis szösszenetre. Aha. Két hét, medencézés, jó idő. Nem hangzik rosszul. 19 fok vagy, persze, ami most van. De tegnap még kánikula volt. Négy gyereketek van? Nevelőszülő vagyok, és négy gyerek van nálam jelenleg. Az milyen szép, az milyen szép. Komoly. Az egy nagyon szép hivatás. Ilyenkor, ha valaki nevelőszülő, akkor tud valamit a gyerekek előéletéről? Vagy egyszerűen csak téged behívnak, és azt mondják, hogy kedves Rózsa, itt van a 6 éves Petike, és akkor őt most kihelyeznénk hozzád. Némi információ van a gyerekekről. Honnan jött, mi történt vele, miért került a rendszerbe, de innentől kezdve, mikor majd kikerül, akkor szembesülünk a valódi tényekkel. Már hogyha tőled kikerül? Nem, ha hozzánk kikerül a családba, az a mondjuk a 6 éves Petike, akkor utána majd az információkkal azért ellátnak, úgy akkor találkozunk a családdal is, akkor onnan is szerzünk információkat. Aha. Neked milyen gyerekeid vannak, onnan jöttek? Hát, már nyilván a személyiségi jó meg nem sértésével mesélj róluk, ha lehet. Nekem van egy 8 éves enyhén értelmi fogyatékosom, ő jött hozzánk először, és van egy 3-as testvér sorom. Ennyit tudok róluk mondani. Aha, 3-as testvér sor. Na, érdekes egyébként, hogy a nevelőszülő fogalommal már nagyon sokszor találkoztunk, mert milyen keveset tudunk erről a hivatásról. Azt például nyugodtan mond, hogyha hülyeség, vagy amit kérdezek, de laikusként nyilván azért belefut az ember ilyesmivel, szóval, hogy azt például te határozod meg, hogy hány éves kortól, vagy hány éves korig fogadsz be a családba gyermekeket? Meg lehet jelölni, igen, egy bizonyos korcsoportot, ki miért vállal, ki milyennel bír. Mi a férjemmel együtt 0 és 6 éves kor között mondtuk, hogy mi azt szeretnénk, mert ugye nem szerettünk volna törést a gyereknek, mindig váltás van, bölcsöde, óvoda, iskola, de hogyha már iskoláskorú, akkor már azért egy extra törés nem kéne a gyereknek, hogy megint új területen van. Hát nekünk úgy jött, hogy pont... korosztályban az, amit szerettünk volna. Jó, köszönöm szépen, kielégítő volt a válasz. Akkor tudunk mindent a kis családról, jó nyarat nektek, de menjünk a hármas ugrás kérdésébe, reméljük, hogy végig száguldozol rajta. Jó? Na, menjünk. Na, akkor itt van az első kérdés, ez ugye mi az ajándékunk ilyenkor? Nyakbalkasztó vagy pasztartó. Mi volt a világhírű spanyol festő Picasso keresztneve? Pablo? Így van, Pablo Picasso. Ez egyébként a köztudat, csak mondanám, hogyha valakit esetleg konkrétabban érdekel, akkor az menjen már föl a Wikipedia-ra, ezt nézze már meg, hogy ennek az úriembernek egyébként mi volt a neve. Ugye egy fantasztikus spanyol festőről van szó, akinek a teljes neve Pablo Diego José Santiago Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiano de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Ruiz Picasso volt. Jó, az eredeti az a második kérdésünk, hogy ezt mondd vissza, légy szíves. Jó, mehetünk tovább? Mehetünk. Jó, van, Rózsa, jön a második kérdés. Melyik városban őrzik az első László magyar király koponyáját tartalmazó erekje tartót, a Szent László hermát?
Ne kapkodj, légy szíves. Szóba hoztuk a héten többször is ennek a városnak a nevét. És a múlt héten is szóba hoztuk, de akkor még Herma nélkül. Így van, főleg pénteken hoztuk szóba ennek a városnak olyannyira a nevét. Olyannyira sokszor mondtuk adásban ezt, hogy... Ajjajjajjajjajj, pedig esküszöm, titeket hallgatlak. Pénteken. Múlt hét pénteken. Pénteken. Hogy tudod, hogy hol voltunk múlt hét pénteken? Hát, hogyha én azt tudnám, én most megmondanám, tehát... A folyók városa egyébként, úgy is szoktál szerezni. Mert hogy ott találkozik egy másolára, a Rápca és a Mosoni Duna is. Jaj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 
Áj, nem keveset segítettünk. Igen, Győr, szívem, hát Győr. Egész pénteken onnan ment az adás Győrből, elmondtuk ezerszer az elmúlt héten, hétfőn Jani beszámolt, beszélt, sőt már pénteken is beszéltél a Hermáról is. És Ferit érdekelte is. Én voltunk itt a kettőből egy, aki fogékony volt. Rózsa, nagyon sajnálom. Aj, sajnos. Átvette a gyerek a telefont, szegény. Hát, nem vette át, csak az ölembe. Jó, van, adj neki valamit enni, vagy inni, biztos az a baj. Rózsa. Nem az a baj, köszönöm szépen a lehetőséget azért. Vigyázzatok nincs magatokra, mi. És csodálatos vagy, hogy vállalod ezt a felelősségteljes munkát. Nevelőszülőként. Jó van, köszönöm szépen a lehetőséget még köszönjük egyszer. Köszönjük mi is. Sziasztok. 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 Nem zárjuk most le, jó, értettük. Mm-hmm. Zsül, 4 perc múlva lesz 9 óra, friss hírek után jövünk vissza. És most, hölgyeim és uraim! Köveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pesgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 4 perc múlva 4:10. Mi van így? Hogy 4 perc múlva? Hát, hogy a Berokka ja, támogató. Nagyon sokan rákérdeznek egyébként, főleg a reggeli órákban, amikor még egy picit így tompákig figyelem szempontjában hallgatok, hogy igen, hogy mi ott a támogató, hogy itt a Berokka, és hogy lehet, hogy ehhez képest mondjuk egyre frissek vagyunk, meg pörgösek vagyunk, és hogy nem makadozik jobban a nyelvünk a szokásosnál. És tényleg a támogatás után beültök a kocsiba? Vezet. Aha. És a Jali részét kikapja meg. Igen, ő nem iszik. Hát, hogy van? Jaj. Trafi az 5-ös főút Kecskemét Kiskunfélegyháza közötti szakaszán. Fekete Szuziból skubiznak a rendőrei. Csoki guru. M3 Káli Molkút, Miskolc felé a segélyhívó mellett háromlábú Zoli, baleset az M3-ason a 120-as kilométernél Nyíregyháza felé, kamionba rohant egy román száguldó autós rendőr, mentők még, Jan, már hogy autós, rendőr, mentők még nincsenek, rengeteg a törmelék, és mindhárom sávot beterítette. Pályazár lesz Roberto szerint. 8-as út Herend után körment felé teljesen beállt. Esetleg tudjátok az okát, köszi, mik nem tudjuk. De utána nézzük. Ha valaki esetleg tudja, az írja meg. Jó? A legfrissebb információk mindig a hallgatóktól jönnek. Szép művészeti múzeum mögött elromlott troli a kanyarodó sávban. Baleset a Dózsán, a vasúti híd alatt rendőrmentő a helyszínen alakuló dugó a Váci út felé. Ez szintén Ronin írta nekünk. Na most Ronin. Uh-huh. Már ugyanaz a Ronin írta. Baleset a Dózsán, és már a szép művészeti mögött van. 0-8-4 perc, na ne szórakozz, Ronin. 08.28-kor jött a baleset a Dózsán, uh-huh. És 08.32-kor a Szép Művészeti Múzeum mögötti troli. Szerinted? Na, hát, de szerinted? Aha, tempósan halad. Igen, Roni nem szarozik, egy Grippennel van. Aha, valószínűleg. Igen, vagy valami elfogó autóval. Hát igen, ez van. És, ja igen, és a Mázsatérről elhajóztak a Dunai Flottillának a hajói is. Igen, most már lehet találkozni. Áll még valahol a városban a víz, mert megdöbbentő képeket lehetett látni ugye tegnap a városról. Hihetetlen volt. Én egy közvetítést láttam az egyik tévécsatornán a Mázsatóról, illetve térről, és ott a hölgy, a riporterről gumicsizmában áldogált. Áldogáltotta, hogy hívják, van a tavacskában, ami maradt, de állítólag annak a háromszorosa volt de akkor kemény. Napközben. Úgyhogy volt egy olyan autó például, amit a gazdája nem tudott elhagyni több mint 1 órán keresztül.
és ülsz be, benne is nézed, hogy szivárog be az ajtó alatt a víz. És bízol benne, hogy jók a szigetelések. Igen, és hogy nem lesz magasabb, tehát nem jön több. Ez műszaki totálkár lenne, hogyha ellepne az autót a vízben. Hát valószínűleg igen. Aha, hogyha annyira tönkre megy, bekoszolódik, ugye az ilyen fajta víz, az nem tiszta víz, hanem valami hordalékot víz, vagy portvíz, akkor az bemegy karburátor, vagy mit tém, mibe belemegy, az van még olyan, hogy karburátor? Hát, nincs már mi. A közlekedési múzeumban. Hát az egy-kettes ladában volt, az biztos. Ez az autóval már nem lehet sokat kezdeni, legfeljebb veszel bele gúpikat, még vitorlás halakat. Igen, csak akváriumnak, meg marha nagy a másodikra fölvinni. Na mindegy, és még egy jó hír, már nem 318 euró, csak 317 és fél. Tök jó, most kell venni. Most vegyél sokat. 317 fél? Ú, de jó. Aki nyaralni megy, az, ha most akarja megvenni a valutáját, akkor nagy a baj. 3.17. Viszont ami jó hír, hogy már nagyon sokan írtatok, az elmúlt órában beszéltünk Horváth Fruzsináról, aki 21 éves, és egy májbetegségben szenved, 1,5 millió forint kellene ahhoz, hogy ő 22 éves legyen, mert sajnos tényleg ekkora a baj, hogyha ez a pénz nem gyűlik össze, akkor nem éri meg ezt a kort. Most már sikerült kitennünk a Facebookra, ugye? Még mindig nem? Még mindig nem. Mindig Viki dolgozik rajta, de elmondtuk egyébként az ügyel kapcsolatban azt is, hogy ebben az esetben természetesen elsősorban a pénzadományokkal tudnánk őt segíteni, de hogyha csak szimplán, idézőjelben szimplán megosztjátok magát az információt, mert ti mondjuk nem álltok olyan nagy helyzetben, hogy segítsetek, bármekkora összeg segítség lenne, akkor is nagyon-nagyon szépen köszönjük a segítséget, mert az is hatalmas. Viki integet, hogy mind a ketten nagyon jók vagyunk. Fel van a Facebook. Nem, azt az előző órában intettem. Igen? Jó, na most van fönt akkor a Facebookon a számlaszám. Néhány SMS srácok, nópara, segítünk, mint mindig egy 10-est tudok adni, LS Pisti. Nagyon szépen köszönjük. Ma van az utolsó munkanapon, az utolsó csekélyfizumat kaptam meg, anyagilag sajnos nem tudok segíteni a májbeteg hallgatónak, de kitartást és mi hamarabbi gyógyulást kívánunk neki. Ancsa, nagyon köszönjük ezt is. Annyira durva, hogy a kezünkben van egy ember élete, nem is ismerem, de mégis felelősséget érzek iránta. Nyugodj meg, Fruzsi, így vagy úgy, de meg lesz a pénz, ha kell, magam viszlek Ausztriában. Miki, még egy utolsó, névtelen Géza vagyok. Ha megtudom a számlaszámot, akkor elutalok 20 000 forintot a májbeteg lánynak. Ha lesz még másik 74 névtelen Géza, akkor megmentettünk egy életet. Legyél te is névtelen Géza. Köszi, ha beolvassátok. Ez egy nagyon szép. Géza, nagyon-nagyon jó, köszönjük szépen, jó gondolat. Nagyon rendes vagy. És mostanában, ami Csabinknak is egyébként, mostanában utal a Klassz FM, és ilyenkor jobb vastag Csaba szokott lenni, és akkor majd neki is szólunk, hogy mindenképpen is erről jut eszünkbe. Azt a kutya fáját, de gyönyörű átkötés. Te figyelj, ez nagy könyvet érdemel. Azt szeretném, hogy csak ezt a részt másoljátok ki adásba, hogy minden nap meghallgathassam. Jó. Egyszer. Jó, tehát egyrészt ugye gyönyörűen felszólítottad Abázi Csabit, hogy ő is adakozzon, mert most jön a lóvéja, és már kötöttél a következő témánkra, amely nem mással, mint Vastag Csabával foglalkozik. Nagyon vicces a hír, mert ugye reklámarc lett, ami Csabink, és a bulvára már meg is elkezdte kapargatni ezt a dolgot, hogy mekkora szemétség így ez, hogy ő ezzel mennyi pénzt keres. Akkor mondanám, hogy senkinek semmi köze hozzá. Csinálni azt, amit ő csinált, azt akkor téged is megtalálnak egy ilyen. Egyrészt meg nem szabad elfelejteni azt, hogy nagyon sok ismert emberrel úgy kötnek szerződést, különböző cégek, hogy egyszer kifizetik ugye a közreműködést a reklámban, és onnan a további értékesítésből már nem kap egy fillért sem, mert hogy egyébként annak az értékesítőnek a számlájára folyik be. De mivel nem ismerjük ennek a szerződésnek a részleteit, ezért kár is lent találgatni, hogy ő mennyi pénzt keresett ezzel, mert nem tudjuk, és egyébként sem. Semmi közünk nincsen hozzá. No, kérlek szépen, egy tejtermékeket előállító céggel, egy ismert német céggel kötött szerződést, ami Csabánk, kiváló énekes, rettetesen jó frontharcos egyébként a Habsén, nagyon-nagyon szeretem őt színpadon, és tejtermék hirdetéshez adta a nevét, arcát, és úgy tűnik, hogy a cég rettetesen elégedett vele, mert azt mondták, hogy ezzel a fiúval nemzetközi piacra kell lépni. Nemzetközi piacra, Csehország, Szlovákia, hoppá, itt már megvették a filmet, Németországgal és Lengyelországgal is folynak a tárgyalások, azért nagy hír, mert a vállalat eddig minden országban saját verziót készített, ugye helyi hírességet választottak, tehát az van, hogy Lengyelországban a lengyel énekes, Magyarországon meg a magyar, de most azt mondják, hogy a Csabi annyira jó, ami Vastag Csabink, hogy viszik körbe Európába a zászlajukra, tűzték érted, és ott lobog egy kis teljes bajusszal az orra alatt a Csabi, és mondja, helyi nyelven, értelemszerűen, ugye magyarul kevéssé lenné sikeres Németországban, vagy mondjuk Lengyelországban, sem, hanem a helyi nyelven
meg kellett tanulnia, gondolom, azt a négy mondatot, és a saját hangján el kellett mondani, hogy ahogy poplecsek, és így, így áll te is tejet. Bár egyébként már a Feröe-szigetek és Ekvádor is képbe került, tehát hogy ott is lehet, hogy lesz majd forgalmazás, meg lehet, hogy ott is majd átveszik a reklám, ezek még nem fél információk, tehát sem megerősíteni, sem cáfolni ezt az információt nem tudjuk, de én már nagyon kíváncsi vagyok rá. Hogy azokon a nyelveken hogy fogja elmondani a Csabi. Hungarikum lett most vastag Csaba? Szerintem az. Hát... Hát figyelj, ez gyerekek, ez világhírnév. Tehát most egyelőre Európa hever, a teipar lábai előtt és Csabi lábai előtt, de hát ahogy mondtad, ez mehet még Perúba, mehet bárhova. Tehát ha azt mondod, hogy egy simán belekerület egy ilyen nagy ívű és egyébként tényleg nagyon impozáns felsorolásban, hogy mit tudom én, a szürke marha és a pikszalámé között ott díszelegre vastag Csabának a neve is? Karcagi birka pörkölt, most már az is az, pálinka vastag Csaba. Érted? Tehát így ezeket szépen össze lehet rakni, nagyon-nagyon örülünk. Hát figyelj, a gyulai vastag is úgy tudom, hogy... Hát mi? Hát a Csabai. A Csabai kolbász, az hungarikum, és a Csabai vastag szalámi, hát akkor ez a kettő is összefogható erre a dologra. Egyébként Csabi azt nyilatkozta, hogy nagyon-nagyon jó volt az egész forgatás, egy szuper lakókocsit kapott, minden világszínvonalon zajlott minden egyes történet, és hát imádta minden egyes pillanatát, úgyhogy őt megpróbáljuk utolérni. Most az van a vastag testvéreknél, vagy hát legalábbis Csabinál, hogy a tegnap a vihar elvitte az áramot, ezért a telefonját kénytelen volt az autóban tölteni. Most itt több kérdés is fölmerül. Ott aludtam az estét töltötte az autóban, és a telefonja pedig a lakásban volt. Igen, mert ez a rosszabbik eset, ugyanis akkor nem tudjuk őket összehozni, és nem tudjuk fölhívni, de hogyha ha a kettő összejött, és van töltött telefonja Csabinak, akkor megkérdezzük őt. Anna, hogy állunk? Nem csörög? Fél kikapcsolta, egy újabb reklámszerződés érkezett meg. Isten! Nagyon jól hangzik. Végre. Lapföld is bejelentkezik. Trinidad Tobago. Aha. Figyelj, egyébként, hogyha ha lehetne, meg lehetőséged lenne rá, akkor milyen terméket reklámoznál? Szívesen. Nekem az egyik kedvencem, megmondom őszintén, de tényleg, ezt mindig élvezettel nézem, de főleg hallgatom, amikor két hölgy, egy idősebb, meg egy fiatalabb hölgy beszélget egy repülőtéren, és az idősebb arra panaszkodik, hogy most végre együtt tudnának egy tandemugrást abszolválni, aha, de éppen akkor neki sajnos az a legnagyobb probléma, hogy fosik. Nem. Jaj! Ne hülyéske, hasmenét! Igen, és akkor a mamának. Mondja a fiatal, hogy anya, vedd be ezt be, és megugorlak. És itt te most komolyan, tehát, hogy tényleg az élet legszebb pillanatait elveszi az embertől a kaki. De most megvan a kép, hogy te ott állsz, és tényleg azt mondod, hogy most ezt a falat megmászhatnám, de, és itt belenézel a kamerába, de fosnom kell, nem tudok mászni. És akkor oda jön a partnered, akivel igen, mindig szoktál mászni, és azt mondja, Jani, ezt vedd be, Jani, és már indulhatunk is neki. És, hogy bizonyítsa, hogy ő mennyire bízik a termékben, alattad mászna. Te vagy fönt, ő adó. Így van. Érted? És lásd, mennyire hiszek ebben a kis tablettában. Én foglak téged biztosítani, menj te előre. És még a nehezebb, és a nehezebb fogásoknál fölnézek majd. 555-55-00 a telefonszámunk, itt várjuk a cég jelentkezését. Viszont itt van velünk Vastag Csaba! Szevasztok, nagyon szép napot mindenkinek. Hello. Szia! Egy nagy tapsot most adjunk! Szevasz Csaba! Hello! Hát, ma reggel is kemények vagytok azért. Hát figyelj, igyekszünk. Mi csak túl folytattuk azt a szállat, amit te indítottál el, és most épp a Janénak találtuk ki ezt a reklámot. Így van, mert hát együtt örülünk a nemzetközi karrierednek. Tehát, hogy most hogy betörtél a szlovák, illetve a cseh piacra is, hát olyan, már csak egy ugrás a világuralom. Így van, halljuk, előtted van Németország, Lengyelország. Itt már egyébként a hallgatókkal együtt beválasztottunk a karcagi birkapörkölt és a csabai kolbász, tehát a hungarikumok sorába. Vastag Csaba hungarikum. Ez lesz a neved ezentúl. Nagyon szeretem ezeket a kajákat. Ugye, hogy jól hangzik, és hát neked ugye megvan az az előnyöd egy más közveti személyiségekkel szemben, hogy te például ki tudod mondani azt a szót, hogy joghurt. Igazság szerint ez jó volt egyébként. Ez igazából nem joghurt egyébként, ez egy úgynevezett tejkrém. De tudjuk, ez hogy az. Jó, értjük, hogy az arca vagy, de azért viszonylag visszafogottan kezeljük a dolgot. Csaba, hogy megy ez a dolog? Egyszer csak megcsörren a telefonod, vagy a menedzser telefonja, és azt mondják ékes németséggel, hogy jó napot kívánok, ettől a cégtől vagyok. Szerintem a Csaba ezt jó tudná képviselni, hogy így áll tejet.
Valami ilyesmi egyébként, nagyon, nagyon sok megkeresésünk van, hetente megkeresnek egyébként ilyen reklámokkal, de igazából is tudatosan nem reklámozunk sokat. Ez egy nagyon fontos vállalás, és ezért nekünk is teljesen azonosulni kell vele. Hogy mi nyilván elértéktelenedsz egy idő után, persze, ha minden azt látjuk. Nem jó, hogyha minden sarkon te reklámozol mindent, sőt, azt sem jó, hogyha egyik nap azt mondod, amit az előbb mondtál, hogy így állt helyet, másnap meg azt mondtad, hogy hát mégse így állt helyet, meggondoltam magam, inkább így elmit tudom én mást. Úgyhogy viszonylag keveset várunk ilyet, direkt egyébként, és csak prémium minőségben, csak... Hát meg a gázsi, gondolom. Azért legyünk őszinték, az is befolyásoló, hát, nem? Reklámpiac nyilván pénzen működik, ezt nem akarok álszentkedni, ezt mindenki tudja, hogy sőt a piac minden szereplője tudja, hogy ez pénzen működik, de alapvetően nagyon fontos, hogy azonosulni tudják a termékkel. A hitelesség. De hát nyilván, ahogy mondod, akkor sűrű megkeresnek benetek az olyan, hogy mit tudom én, hogy hello, sziasztok, igen, megint vagyok, az Csabinak van a kalvázzal, hogy nem, oké, gombásodik a kör, mert nem aranyér, esetleg. Valami csak rá tudunk. Valamit adjon már nekünk. Igen, hát figyelj, igazából tényleg az sokkal fontosabb egyébként, hogy olyan dolog már a neved, amivel tényleg hiszel, és amit tehát meggyőződsz, hogy még nem egészségtelen, azt indul, hogy nem akarok hülyeséget mondani a fogyasztóknak, tehát én is mindig akkor leellenőrzöm, utána nézek a cégnek is, a terméknek is, minden szépen végignézünk, hogy nehogy később bármi legyen vele, úgyhogy ez mind átad egy ilyen komoly szűrőn egyébként. Itt magával a sztori kitalálásával, hogy a reklámban mi megy, amikor te már rábólintasz, hogy azt mondjátok az Andorral együtt, hogy oké, csináljuk, akkor van még lehetőséged azt mondani, hogy mondjuk a német cég marketingesei kitalálják, hogy és akkor állsz koncerten a tömeg előtt, felemeled a tejet, és öltöd be a szádba, és csorog a melleden. Ezt mondhatod azt, hogy gyerekek, ezt nem csinálom? Na most pont amiatt is nem vállalunk egyébként túl sok reklámot egy évben, mert ilyenkor a mi saját marketing stratégiánkba is beépítjük ezt az egészet. Tehát ez tényleg egy közösen létrehozott eredmény ilyenkor, és nem feltétlenül ők mondják meg, hogy mi legyen, ez egy közösen kitalált dolog, hiszen nekünk is bele kell illeszteni a mi magunk működésébe, a hétköznapokban, a koncertekbe, tehát ez tényleg egy... Jó, ez most nem azt jelenti, hogy mindenhol ezt szajkózzuk, de nyilván ettől függetlenül azért azonosítják az ember valamelyest azzal a termékkel, aminek a reklámjában szerepel. Tehát esetenként, évenként azon a pár koncerten, ahol eljutunk, ott több százezer, ha nem több millió emberrel találkozom, akik ezzel azonosítanak engem. És ilyenkor nyilván nem akarjuk, hogy olyan részleteket mondja el a szerződésedből, amiket nem is mondhatnál el, csak mondjuk egy komolyabb kötbér kifizetése mellett, de például ilyenek benne vannak a szerződésedben, hogy mondjuk az öltöződben nem fogyaszthatsz más, csak ezt a bizonyos krémdeszertet, tehát hogyha bekopog valaki, hogy gyorsan bedobod a kanapén mögé az Eva Vermutos üveget, és előhúzod a fiókból a krémdeszeket. Pillanat! Ilyenek nincsenek benne egyébként. Nyilván szerzések egymás felől biztosítanak minket, de ilyen apró részletekre nem terjed ki. Tehát tényleg ez egy tök jó együttműködés különben, és pont a minap kérdezte valaki, hogy vajon miért van az, hogy a külföldiek is megvették a magyar reklámot, hiszen ez a cég egyébként nem azért reklámoz velem, mert nincs pénzük amúgy reklám keretre, tehát nem arról az, hogy... Kicsit óvatosan céloztál arra, hogy olcsó vagy, de mindegy. Nem, sőt, pont ezt akartam mondani, hogy nem, hanem annyira jók voltak a mutatók itt Magyarországon, hogy nagyon tetszett nekik. Tehát tök jó. Kimondottan közös megelégedésünk leszolgált ez az együttműködés, és emiatt vitték egyébként. A Szlovákiát mondjuk még értem, mert persze. Ott azért elég sokat fellépsz ugye a határ mentén. Hát meg rengeteg magyar van ugye a felvidéken, be tudnak azonosítani, ismernek. És sokat járunk arra is egyébként. A konkrét okát, hogy most pontosan miért, ezt igazából tényleg én is csak ebben tudom megtalálni, hogy nekem is mondtak, hogy a mutatók, a számok nagyon tetszett. Igen. Hát egy hitelesen tudod képviselni, de egyébként én mondjuk nehezen tudnám elképzelni azt, hogyha mondjuk valaki egy bizonyos ruhamárkát képvisel, vagy mondjuk egy automárkát képvisel, akkor ne olyan ruhába járjon, meg autóval járjon. Tehát, hogy nekem most továbbra is mondjuk annyira bennem van az, hogy mitől a legközelebb kötvelet szerződést egy nevesebb óvszergyártó cég, és bekopognak szinte megint az öltözőbe, és akkor ízét, egy pillanat gyorsan, egy kicsit fejjel róla, gyorsan át kell öltöznöm. Másik ruhába bújjam be. Ez kész. Azt vállalnád? Ha az elsődleges üzenete az lenne, figyelj, hogy
hogy biztos... Mi beszéltünk erről, hogy le kell ellenőrizni. Tehát ez úgy néz ki, akkor, hogyha meggyőződök róla, hogy minőségi... Aha, egy hosszú tesztsorozat. Prémium termék, akkor... De miért? Szerintem azt is lehet vállalni, hogyha például a biztonságos szex az üzenetben, hogy ne legyél mondjuk nemi beteg, fertőzéseket kerüld el, akkor szerintem egy vállalható sztori. Igazság szerintem, mert üzenetet... bármilyet hozzá lehet tenni, és a jót is meg lehet találni mindenben. Itt most tényleg az előző esetre visszatérve, itt most ez tényleg egy tökéletes találkozás volt, tehát mind a téggel, mind az ott dolgozókkal, mind az igazgató, valaki, aki az egészet kitalálta, ez egy tök jó ilyen együttműködés volt. Úgyhogy... Szöveged van benne? Van. Van, én nem láttam a reklámot. És van. Akkor neked meg kellett tanulni ezt a négy mondatot de, csehül? Nem, ezt szinkronizálták. Nem, én csináltam, de egyébként maga a forgatás... Ki volt a cseh hangod? Fogalmas sincs. Nem tudod? Nem tudom, viszont a forgatás is érdekes volt, mert az viszont Lengyelországban volt, és abban az öltözőben öltöztem, a Bruce Willis is, meg az Akon, meg a Kanye West, hogy kell kimondani. Az, senki nem tudja. Ha rosszul mondod, hát bánya, Kanye. Oda volt írva kérdésen a nevük. Ez egy ilyen öltözőkocsi volt, mint az amerikai filmekben. A forgatásokon tudod, így beáll, szétnyílik, és akkor tripla akkora lesz belőle, és ott voltak az aláírások a falon, hogy kik voltak még ott. Te belekarcoltad Kanye West, Bruce Willis, nagy Feroztak Csaba. Hát igen, de tényleg nagy poén volt, és ugyanolyan volt az egész film, úgyhogy jó, volt nagyon. Meg ez mindig jó érzés, amikor megbecsülik az embert, hogy nem egy izében, nem egy ilyen WC mellett kell öltözni, egy toj-tojban, hanem azt mondják, hogy figyelj, Csaba, eljött egy forgatásra, azt akarjuk, hogy jó legyen a film, megadjuk a módját. Ennek én úgy szoktam örülni, ha bárki kap ilyet, de tényleg, ez tök jó. Szerintem alapvetően minőség is lett a reklám is. Tehát azért hangsúlyozom sokszor ezt a szót, hogy minőség, mert valóban ez nagyon fontos nekünk, hogy akik ezt majd megnézik, vagy megeszik, vagy kipróbálják, vagy bármi, azok ne gondolják azt, hogy át vannak vele, de mi tényleg igazat szeretnénk mondani mindenkinek. Egyébként annak ide mi is egyébként Balázsral dolgoztunk együtt egy ilyen telekommunikációs céggel, és ott is én is nap mint nap tényleg bámultam, és csodáltal figyeltem Balázs lakókocsiját. Hát igen, tehát, akinek jár. Hát. Akinek nem. A múlt hét végén volt, kérlek szépen, a Vastag Csaba rajongói tábor a Gárda. Én tudom, mert én szembe lakom. Egyrészt köszönjük a koncertet. Kint ültünk a teraszon, minden egyes szavaddal egyetértek, amit átkötő szövegben mondtál. Tehát valóban így van a dolog. De hogy sikerült a buli? Remek volt. Nagyon-nagyon sokan voltak. Ez egy nap volt igazából, amit együtt töltöttünk. Ilyet még nem nagyon csináltam eddig. Majd pedig a végén egy koncert volt a zenekarommal, hát és a nyár nekünk erről szól, a fesztiválokon vagyunk többnyire egész nap, és a zenekarral. Hát igen, de ott nincs ez így kihirdetve, hogy akkor a közönség mehet oda hozzá. Gondolom, akkor itt egész nap sikoltó nők, mindenki fogdosta. Azt hallottuk egyébként, hogy volt egy spontán, egy kényszer szült el negyedórás dobszóval, amíg a Tomit kiásták a tanga bugyik alól. Jaj, de kemény vagy. Hát figyelj, jó buli volt, na, mit nem mondjak, elég korán kezdődött, és akkor... És későn lett vége. És nagyon későn lett vége, igen, úgyhogy együtt sütöttünk, együtt főztünk, közös strandolás, mert mit tudom, melyben én olyan túl sokat nem vettem részt, de jó, hát ugye... Nem esélyed. Ez nagyon a saját rajongói napon nagyon jól sikerült, mondtál. Igaz a hír, hogy feleséget keresel, meg gyereket szeretnél, meg ilyesmi? Egész nap, igen. Folyamatosan testünk van, de hogyis ezek... Figyelj, ez egy... Nyilván annyira igaz, mint amennyire mindenki, hát gyereket gondolom mindenki szeretne megházasodni, de kb. Ennyire van benne realitás. Nem egy ilyen sürgető dolog ez, sőt, kimaradtan nem. Tehát ráérünk. Jó, csak mert hát itt igen. Akkor mondom, teszünk egy ilyen casting felhívást, várjuk a fotókat a Morning Show e-mail címére. Ez egy cím volt ebben az újságban, hogyha elolvasod a cikket, akkor ennél sokkal több van mögötted, nyilván címet adni kell mindenkinek. Na persze, nekem minek olvasnánk el egy cikket, ott a címe, abból már mindent lehet tudni. Persze. Nekünk is van egy Laci nevű ismerősünk, aki szívesen megházasodnád, de sajnos a kormány szóvé még nem támogat. Balázs merre van, hogy senki nem... Figyelj, pihen most, mert ő most forgat egy nagy ívű tehetségkutató műsort, és ezért most neki egy kis pihenésre volt szüksége, úgyhogy mondtuk neki, hogy persze, menjél csak. Egyébként, hogyha azt mondtuk valahogy, hogy ne menj, akkor is ment volna. Gyanús ez a kedélyes beszélgetés, hogy senki nem kötekszik, hát most mit rugdossunk, mi értett téged? Hát ő is szeret egyébként mély jellegben ülni. Meg minket nem zavar, hogy jobban nézel ki, mint mi.
Na mi a hétvége menetrendje? Egy jelentős koncertet mondjál, ahol a közönség szétszedhet. Nem sokára indulunk el egyébként. Ma lesz az első Székesfehérváron, azt hiszem, és utána megfogalmam sincs. Jó. Már éreztem, és hülye vagyok, hogy megkérdeztem. Egyébként én ezt imádom benned, mert te vagy az egyetlen, aki ezt így be is vallja. Érted? Hát tehát, hogy ez, figyelj, ez fogalma sincs, ennyi kész, pont, érted? Nem tudom, én úgy vagyok, ezzel lehet azonosulni. Figyelj, mindig az adott pillanatban, az adott másodpercben igyekszem a tőlem tehető legjobbat odaadni igazából mindent magamból mindenkinek. Nem az a lényeg nekem most, hogy egy naptár legyen a fejem, és egész nap azt figyeljem most, amikor innen oda meg onnan ide megyek, majd amikor bekövetkezik az a másodperc, akkor igyekszem majd ott is mindenkinek odaadni mindent. Na ez az igazi vastag Csaba, látod? Az odaadni mindent. Ő az a férfi. Ő az. Hát meg a zenekar többi tagja. Istenem. Este valószínűleg azt történt ott, hogy hallgattam műsort a feleségem, és odakult a konyhakőhöz a villadát, és azt mondta, hogy te miért nem vagy ilyen? A vastag miért ilyen? Te miért nem? Nektek volt tegnap állam? Volt, nálunk volt, nem vették el. Még. Jó, Csaba, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésre állt. Hát tényleg örülünk a sikernek, úgyhogy hajrá, és amikor majd tényleg Trinidad, Tobago, nem tudom, Peru és Észak-Amerika is a lábait hever ebben a témában, akkor hívunk utoljára, ha bármi van, akkor viszont csörgünk, jó? Köszönöm, én is a legjobbakat kívánom nektek és mindenkinek. Szabad. Vigyázz magad. Szia, szia. Vastag Csaba, egy óriási tapsot kap Zsültől, ha megtalálja a gombot. Picit bizonytalan volt a tombolata meg az elején. Imádom a hapsit, de tényleg, figyelj, őszinte, van neki, most képzeld el, egy csütörtök, péntek, szombaton van 9 koncert mondjuk, megy helyről helyre, rohannak, mint az állat. Nyilván ott előtte megnézi, jó, itt vagyunk, de most sorolt föl, nem tudom. Tökre rendben van. Őszinte, ezért tudnak vele azonosni, ezért csípik annyira az emberek. Ezért jön be tőle, és egyébként teljesen hiteles ez a tejtermékes oldal. Hát csak így nézem az SMS-t, hogy hány lány köpülne vele szíves. 5 percen múlt, fél 10, jövünk vissza a reklám után. 5 perc múlva lesz 3:45, nézem a közlekedési infókat. Trafiznak János Somorján, a Csorna felé haladókat fotózzák a faluból kifelé. 8-ason Herend után Körmend felé felmarták az aszfaltot, és ezért van dugó, írja Soma. Ugye az egyik hallgatón kérdezte, hogy mi van Körmend felé a 8-ason, hát akkor ez. Csepelen a plázánál baleset, Ronin. Jó, most már mindenki így írja alá, hogy Roni, mert az előbb én itt elagadtam, hogy a Dózsa György és a Szépművészeti közötti 300 méteres távot hogy lehet megtenni 4 perc alatt. Én magam egy másik múzeumban jártam időközben fejben, tehát valóban meg lehet tenni, ugye Roni nyomta, most már Roni, mindenki Roni lett. M3 205-ös kilométer, Trafi Budapest felé, Roni. De ennyi. Köszönjük szépen az összes Roninnak a friss információkat. Ahogy kinézzük egyébként az ablakon, azt látjuk, hogy az idő alakul, egyelőre azt nem tudjuk, hogy milyen irányba. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy ebből még bármi lehet. Itt nincsen jó idő. Reméljük, hogy az ország túlnyomó többsége már nincsenek zivatarok, meg nincsen eső. A zivatar itt sincs. Itt sincs. Borús. Aha, igen. Azt ígérték, hogy ma még eshet, de nem lesz már olyan szél, mint tegnap, vagy olyan vihar, de esőre még lehet számítani a mai napon, és aztán szépen fog majd egyre javulni az idő. No, akkor visszatekintünk a mai napra. A mai nap egyik sztárja volt. Eddig is szerettük Orbán Zoltánt, a Madártani Egyesület munkatársát, de azt gondolom, hogy amit a mai napon nyújtott, az csak szuperlatívuszokban tudnánk beszélni. Óriás róla, ha tudnánk, mik azok a szuperlatívuszok. Így van, nekünk is csak úgy mesélték erről. Hogy van a ilyen. Így van és mint tátott szája hallgattuk a mesélő. A fostos bugybóka. Igen. Az év madara tromfosztásra kerül. Bizony, lejárt lemez. Lejárt lemez. Eldobjuk a fostos bugybókát, és július 27-ig eldöntjük, hogy a fűrj, a haris vagy az ugartyúk lesz az új sztár. Ezek az úgynevezett láthatatlan tyúkok, ugye? Igen. Jól mondom? Igen, nagyon jól látod, illetve nem látod, hiszen láthatatlanok. Nekünk megvan a személyes kedvencünk, már vagy nekem, ezt is meg fogjátok majd hallgatni, és hogy Orbán Zoltán, a Madártani Egyesület munkatársa, milyen nagyszerű haris utánzó készséggel jeleskedik, hát az meg egy nagy tudású, de nagyon-nagyon szerény ember, ő nem győzi hangsúlyozni, hogy ő a helyi hierarchiában nagyon alacsony fokozaton, sokkal nagyobb tudású emberek vannak az intézményben nála, ennek ellenére nem volt olyan kérdésünk, amire nem tudott volna adni maximálisan kielégítő választ. Képzeld el, hogy egy ilyen docens, hogy utánozhatja az ugartyúkat.
Tehát ha egy egyszerű munkatárs, a Madártani Egyesület egyszerű munkatárs ennyire jó Harisból, akkor mi lehet, ha egy egyetemi tanár ír? Akkor azt mondják, hogy hes. Ott már magad eléke, már körbeugrasz. Úristen, hát ezek itt vannak. Istenem, de remélem, nem léptem bele. Ez volt az egyik témánk. A másikban pedig a hosszú házasság titkát próbáltuk meg megfejteni, és jelentkezett Feri, aki 57 éve a boldog házasságban az ő babikájával, és aranyosan elmondta, hogy ha valaki erre a babérra tör, hogy az 57-et túllője, akkor mire kell figyelni. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva lesz reggel, 10 óra. Jó reggel, Csabi! Jó reggel! Szevasztok, jó reggel! Jó reggel! Nem tudom, hogy dicsérjünk-e. Hát figyelj! Mert Jani már megtette a pólóddal kapcsolatosan. Hát figyeljetek, az a helyzet, kedves hallgatóink, hogy Csabi ma reggel bejött, és Csabi mindig meglep minket mindenféle nagyon eredeti, és én azt gondolom, hogy a divat tekintetében előremutató ruhadarabba. Tegnap volt rajta egy olyan póló, amin Jack Nicholson feje volt látható a Ragyogás című filmből, az nekem bejött nagyon, mert főleg azért, mert egy rajz volt, és egy fehér alapon fekete, gyakorlatilag egy ceruza vagy tusrajznak mondható ilyen kis ábra volt rajta, pontosan nem ábra, mert mondom, egy portré, zseniális volt, és ma is egyébként nagyon jól néz ki Csabi, már amennyire, tehát amennyiben szereti az ember, mondjuk így a mit tudom én, a 40 kilós pillecukrokat puncsízben. Igen, olasz? Na, ott vetted? Nem, kérlek szépen, ezt magyar. A tegnapi Jack Nicholson pólóm az Riminiből származik, de van egy bolt, ahol ott rajzolja. Ez egy rózsaszín póló végkivágással. Én azt gondolom, hogy ti vagytok a korlátoltak, akik azt gondoljátok, hogy ezt csak a melegek és csak a hölgyek viselhetik. Nem, mondtuk. Viki most direkt lefotózott, a Vikit kérdeztem, hiszen ő ízig-vérig nő, hogy szerintem ilyen. Azt mondta, hogy nekem jó lát. Köszönöm szépen. Tegyük már fel a Facebookra. És most lefotózott, ki fogja. Egyes első személyben mondta egyébként ezt a Viki, hogy nekem jó lát. Igen. És ebben is látszik, hogy mennyire férfias vagy. Én mindig el szoktam mondani, hogy az igazi férfit hordhat rózsaszín. Ennyi. Csak nem ilyet. Na, tedd már fel a Facebookra, a hallgatók mondják el, hogy a Csabi most szépe, trendie, moderne, előremutató. És Laurának jól áll az az Iron Maiden póló, amit kikészítettél eredetileg? Csak véletlenül a Lauráit hoztad el? Igen. Neki is minden jól áll. Kedves János. Lecsózzatok már. De nagyon jó egyébként. Anna, szerinted milyen a pólom? Nekem tetszik. Jó, de nekem Annának tetszik. Minden tetszik, amit te vagy. Tudod, hogy évek óta szerelmes. Nem. Az a baj egyébként ezzel, hogy tehát, hogyha ha vasárnaponként mondjuk a Csabi így öltözködik fel, és az állatkert környékén sétálott a gyerekekkel, akkor egy csomó kis síró krambol lesz a környéke, mert egyszerűen nem fogják fel, és nem értik meg, hogy abból a rohadt nagy vattacukorból ők nem kaphatnak, és hogy nem lehet a bácsiba tűzni hurkapálcát. Bácsi, viszont bele. Hívjuk a nap hallgatóját. Itt szemetek vagytok. Morning Show. Ez az! Nem írtál nekünk nevet? Jenő vagyok. Jenő. Ugye a madaras témáról beszélgettünk, hogy az év madara az vajon melyik lesz majd. Itt többen a Harisra szavaztak, és azt mondtad, hogy én is a Marisra szavazok. Így van. Nagyon jó. Ha nincs még otthon, akkor kívánjuk, hogy legyen egy jó minőségű Marisod, és köszönjük szépen az SMS-t. Van egy nagyon jó ajándékcsomagod, nem tudom, plusz ajándékunk van-e, Zsül, mindjárt. Igen, még plusz ajándékod ezt is hallgass van. Meg. Hallgass meg a most következő reklámblokkban. Nagyon lesz. Szépen köszönöm, fiú. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, csak magadnak köszönheted. Én ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy jót írtál, aztán a szerencse is melléd állt, és akkor ezért lettél a nap hallgatója. Nagyon szépen köszönöm. Köszi, hogy hallgatsz minket. Szia, szép napot. Köszönjük mi is. Hello. 5 perccel vagyunk 10 óra előtt, már a búcsúzunk, ahogy mondtuk, Balázs ígéreteit megtartotta, illetve a kettőből egyet, tehát hogy ma nem jön, azt ígérte, hogy holnap jön, ha az sikerül, akkor hármasban várunk benneteket. A javasoljuk mindenkinek a Facebook oldalunkat, egyrészt hát Csabi cuki képe rajta van, azt el lehet dönteni, másrészt pedig ugye volt már egy segítségkérésünk, egy 21 éves lánynak szeretnénk egy kis pénzt összerakni, amit lehet, mi már megtettük, reméljük, hogy ti is tudjátok, és a Facebookon fönn van a számlaszám, ahova lehet adományozni. A Jani egyébként a nevedben is ígért egy kis Zsozsót, jó? Úgyhogy... Hallottam, igen. Köszönöm szépen. Úgyhogy Janikám majd akkor a felét legalább. Köszönjük. Jó, természetesen. Esetleg... Hát persze, nem ikért. Persze, nem. Tudod, hát van ennek egy igazdája, aki fölteszi ezt a kérdést. Remek zenék csak? Na. De jó, hogy esetleg stílszerűen egy jó pinket? Helyette
ajánlom nektek Last Frequencies nevű előadó. Az anyja úristen, de jó neve. Egy belga DJ, hát értelemszerűen ez csak úgynevezett stage name, van neki rendes neve, Felix Delatt, aki együtt dolgozott egy amerikai country muzsikussal, country énekessel, Easton Corbinnal, és így készítették el az Are You With Me című kiváló szerzeményt, ahogy Balázs mondaná, remek zene, úgyhogy ajánlom nektek. Dögös? Oda teszi? Figyelj, egy deep house zenész összekeveredik valahol az interneten egy country énekessel. Ebből csak jó sülhet. Hát ebből szerintem. Csak. Aha, ilyen szandra való. Döntsd el te magad. Hát is a country-t meg külön szeretjük. Igen. Értenek? A kedvenc előadom például John Rednek. Holnap találkozunk, reggel 6-kor várunk benneteket. Csami, jó munkát, szevasztok, hello! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.